Hello, hello, sziasztok! Mindenkit üdvözlünk ebben a hétfői streamben. Hello, hello! Én is várjátok, még a mikrofonomat egy kicsit igazgatom, de azt hiszem, hogy jó lesz. Igen, igen, hát most is egy nagyobb kihagyásunk volt, ugye kicsit elszoktunk ki a streameléstől, de már olyan gyakran vannak ilyen nagy kihagyások, hogy igazából most már ez a rutin gyakorlatilag. Én nagyon elszoktam, egyébként tényleg most így abszolút nem, így a beállításokat, hogy hova szoktam tenni a chatet, meg minden, azt se tudom, úgyhogy durva, de nem baj. Jaj, várjátok, még a székem is rosszul áll. Hátba ver a széked. Igen, Bozs is kérdezte, hogy hova lett a cilinder. Hát igen, itt az irodában nem mondjuk meg annyira a módját az öltözkedésnek, mint ott Angliában. Lehet, hogy be kéne vezetni, igen. Mondjuk lehet, hogy nem amikor 40 fok van, nem akkor fogjuk bevezetni, hanem egy másik időpontban, de ezt majd meglátjuk. Igen, már hozzá kell tenni, hogy ott a Escortban is 30 fok volt. Sőt, még talán 33 fok is volt. Meg az is lehet, igen, úgyhogy ki lehet bírni, de hosszú távon lehet, hogy nem annyira kényelmes, ez igaz. Így van. Krisz is írja, hogy nagyon jó volt a Royal Escortos videó, nagyon köszönjük. Ezt ilyen nagyon nagy sebességgel kellett ugye összerakni, mert szóval csak 4 nap telt el, azt hiszem, a hazaút, és a, nem 5 nap a hazaút és a megjelenés között, ez extra gyors nálunk, úgyhogy kemény volt, és én is elégedett vagyok a végeredménnyel, úgyhogy örülök, hogy tetszett. Balázsnál laggol a stream. Hoppá, Balázs, én úgy látom, hogy nem kéne laggolnia, jó. De ha másnak is laggol, akkor kérem, jelezze és valahogy megoldjuk. Igen, Skál már írja is, hogy ott lesz a gond, Balázs, valamit csinálj. Ha Skál lesz írja, akkor benne bízhatunk, akkor tényleg ott lesz, hogyha Balázs egy kicsit állítgasdott a netet. Na és Amurland kérdezi, hogy meg vagytok fázva? Nos, én nem, viszont akkor a Márk tovább beszél, mert előkérdezte, hogy hallatszik a hangján, hogy mintha egy kicsit be lenne dugulva az orra? Igen, Norbi azt mondta, hogy egyáltalán nem hallatszik, ezt pedig mondta. Biztos voltam benne, hogy hallatszik, de ezek szerint igazam volt. Én meg vagyok fázva sajnos, ne kérdezzétek meg, hogy 40 fokban hogy tudok megfázni, de egyébként meglepően könnyű 40 fokban. Lehet, hogy a légkondi az autóban, lehet, hogy légkondi itt, nem tudom pontosan, de meg vagyok. Úgyhogy ezt hallhatjátok. Itt a légkondink pont nem annyira jó, tehát bár a múlt héten még jó volt, de hogy alig fúj hideget, és ez a jelenlegi hőmérsékletben elég nagy probléma. Ugye most kéne igazából először igazán a légkondi, mindegy, ez van. Hát ez ilyen. Zoltán kérdezi, lehet-e menni velünk forzázni? Ez nem tudom, hogy az a címben van. Jó, igen, akkor onnan jöttél rá. Azt hiszem, hogy lehet jönni. Szerintem lehet. Igen, ugye PC Game Passos forzával fogunk játszani. Az ugye nem mindig egyértelmű, hogy mennyire crossplay a dolog, de hogyha a Game Passos a forzátok, akkor mindenképp valahogy össze fogjuk tudni hozni. Így van. Így van. Úgyhogy gyertek, vagy készítsétek elő. Gyertek mindig többen. A chatbotban láthatjátok is egyébként, hogy ezt a mai adást a Game Pass támogatta egyébként. PC-n játszunk vele, és a Forza lesz az első, és az is lehet, hogy az egyetlen, majd meglátjuk, hogy meddig húzzuk ki a dologgal. Nem vagyunk profik. Ja, én a kormánnyal játszom, látjátok? Tehát nem nyomkodom itt a billentyűzetet. Szóval... Én viszont billentyűzettel fogok, igen, és eddig most pár kört mentünk így gyakorolni, hát eddig jobban megy nekem, valljuk be. Nagyon sokkal jobban megy, úgyhogy ezzel lesz még gond, de nem baj, ugye ha egyszer az ember belejön a kormányzásba, onnantól már elvileg sokkal jobb lesz. Pontosan. Közben Hunor még kérdezi, hogy kik voltak innen a királyi családból, csak azok, akiket mondtunk? Most nagyjából igen, de az van, hogy ugye nem is, szóval a királyi család gondolom elég szerte ágazó, és nem ismerünk annyira sok embert a királyi családból, tehát lehet, hogy ott voltak óriási emberek, de mi nem ismertük fel. Csak azokat a fő embereket ismerjük, akiket úgy mindenki tud. Hát de... sőt, őszintén Anna Herceg, aki ugye a királynőnek a lánya, én őt sem ismertem volna fel. Hát szóval biztos, hogy nem, sőt, én sem tudtam róla. Szóval Vilmos Herceget, meg 2 Middletont még talán, ugye Károly Herceg, igen, még talán, ugye, aki a fia. Persze, Károly Herceget, fia. Igen. Hát igen. Igen, nem annyira ismerem én se az angol királyi család többi tagját. Mert ott van mindenféle ilyen Northshire-i grófok vannak ott, vagy minden van ott. Igen, úgyhogy gondolom ott az első kocsiban nekik mondjuk ott Vilmos Hercegék mellett ültek, azok is hatalmas kaliberű emberek voltak, de hát nem ismerjük, ez van. Ez van. Pontosan, közben Maszkál pedig a 11. hónapjára feliratkozott. Sziasztok, jó látni titeket, szép napot, jó streamet. Köszi szépen, Maszkál, köszi. Köszi. És hogy Dani azt kérdezi, hányan voltak ott a királyi részen? Hát ott azért sokan voltak, tehát több 100, 1000 ember. Nem tudom megmondani, hogy hányan voltak ott a királyi részen. Igen, de mondjuk harmad annyian voltak, mint a másik részen, ahova a jegyünk szólt. Igen. Úgyhogy emiatt ott is sokan voltak, de ott nem volt tömeg például. Így van. Vagy pont annyi ember volt, hogy hangulat volt, de nem volt ilyen lögdösödés meg ilyenek. Igen, Dajan kérdező, hogy Márknál is van egy G29? Nem, csak nálam van. Csak nálam van, de majd meglátjátok, hogy ez jelenleg egy kicsit hátrány lesz a sebesség szempontjából, de nem baj, így is igyekszünk. Uh-huh. Pedi Order, a ruházat vizsgálatra kérdez rá, fegyveres biztonsági őr volt-e, mennyire védik egy ilyen eseményen család tagjait? Hát már nem is tudom, erre szabad-e válaszolni, egy kicsit gyanús a kérdés. Pedi? Mire készülsz, Pedi? Kérlek, ne. Na, úgy, óva vannak.
óva vannak. Igen, szóval voltak ott rendőrök egyébként, és át is nézték a ruhánkat. De szerintem most már minden rendezvényen így van. Azért Londonban jobban figyelnek erre, mint itthon. Igen, igen, igen. De itthon is mondjuk egy fesztiválon azért átnéznek. Tehát azt, amit most voltam, láttam ott ilyen fémkeresővel azért átnéznek. Igen, igen, igen. Balázs kérdezi, hogy Xbox-os Game Pass-szal lehet-e jönni? Nos, ezt megkérdezném valakivel, aki jobban érte ez a dologhoz, hogy a PC Game Pass és az Xbox Game Pass között van-e crossplay átjárás, vagy hogy egyáltalán van-e crossplay mondjuk a Forzában? Na igen, ez nehéz követni, mert minden játékban más a beállítás, és ugye nem sokat forzáztunk, szóval ma gyakoroltunk, hogy jó legyen, úgyhogy nem tudjuk itt mik a szabályok, de az biztos, hogy mi PC-n játsszuk a Game Pass-on keresztül, de PC-n. Igen, Inland kérdezi, hogyha bejön a kormány, váltok-e majd komolyabbra? Szerintem nekem ez bőven elég komoly. Bőven elég komoly. Forzában nincs crossplay, azt mondja Forward, de a többiek mindenki más azt mondja, hogy lehet. Hoppá. Na, akkor mindjárt kitalálják. Fog derülni. Szerintem lassan el is kezdhetjük egyébként. Lassan elkezdhetjük. Szóval a lényeg az, hogy akinek van Forza 5-je, Game Pass-os, vagy akár nem Game Pass-os, az is indítsa el, és próbálja meg csatlakozni. Igen, de a PC Game Pass biztos, hogy működik egymás ellen, mert a márka ellen tudok játszani. Pontosan, pontosan. Ami logikus egyébként persze. Igen, igen, igen. Na. Steve Witch kérdezi, sziasztok, egyébként hány kamerával voltatok, mert volt felvétel még a lovak indító boxából is. Hoppá, Steve figyelmes. És az a durva, Steve, hogy az az egyetlen egy felvétel, ami nem a miénk. Mivel nem tudtunk egyszer ott lenni az indító boxnál is és a többi helyen, minden más szuper lassított felvételt mi vettünk fel, de azt megszereztük igazából Royal Escorttól. Kiszúrtad, tényleg az az egyetlen felvétel, ami nem a sajátunk. A magyar lóversenynél mozog ez a kapu, ahonnan indítják a lovakat, és néha egyébként gyakorlatilag a célnál van, tehát hogy meg tudod nézni azt is, amikor indítják. Viszont itt nem így volt, mindig annyira nagyon messze volt, tehát több kilométerre volt tőlünk a rajtbox, hogy nem tudtunk felvételt készíteni róla, azért kellett felhasználni egy másik felvételt. Igen, az ott látszott is, amikor feljutottunk a 6. emeletre, és ott látszott ez a végtelen hosszú fű folyosó, hogy annak a legvégén volt az indítóbox minden esetben. Úgyhogy igen. Azt nem tudtuk felvenni, de király vagy Steve, hogy ezt így észrevetted. Na és Dusty is azt mondja, miattunk töltötte le a Twitch-et, és ráadásul ez az első üzenete, úgyhogy ez azt jelenti, hogy ezt tényleg lehet, hogy miattunk töltötte le. Nagyon örülök akkor, szia! Dusty is egy nagyon-nagyon jó ember. Köszi szépen. És közben pedig Marci TTV feliratkozott a 14. hónapjára is. Szép estét, uraim! Írja ezt 15:36-kor. Köszi szépen, Marci, köszi. De semmi ítélet nincsen ebben. Nincs semmi, nyugodtan. Én sem kellek korán mostanában, azt elmondhatom. Na. Találkoztunk egy híres emberekkel a királyi családon kívül. Nem találkoztunk, de az a baj, hogy itt is az van, hogy nem ismerek fel egy angol híres embert. Tehát ott soroltak embereket, mondjuk, hogy milyen Fergusonnak a foci tulajdonos? Nem akarok hülyeséget mondani, de a valamilyen Ferguson, Chelsea-nek, nem a Chelsea-nek. De igen, valami nagyon nagy csapatnak a tulajdonosa, de akkor se ismerném meg, oda jönne beszélgetni, úgyhogy mindegy, nem jött oda beszélgetni. Igen, de azt mondták, hogy ja, Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson. Igen, a Boris Johnson ott volt elvileg pont aznap, amikor mi, ugye az angol miniszterelnök, ugye? Miniszterelnök. És ugye volt egy Insta-sztorit, egyszer kiraktunk, hogy rengeteg ilyen paparazzi-szerű fotós volt ott, akik így a királyi családtagjait próbálták fotózni, meg más hírességeket, de tényleg ott döbbentünk rá, hogy az angol hírességek közül senkit nem ismerünk. És írjátok, hogy nem tulajdonos. Nem tulajdonos, csak egy Manchester United legenda? Ja, hogy az edzője. Ja, ugye, volt edzője. Azt hittem tulajdonos is. Na, hát látjátok, ennyire vágom a helyzetet. Úgyhogy ez a furcsa, hogy minden országban vannak, jó, nem, Alex Ferguson biztos sokan felismernék itthon, én nem. Nem vagyok benne a fociban sem, az angol hírességében pláne nem. Rowan Atkinson felismertem volna, igen. Legendás. Ó, Rowan. Chelsea-nek orosz a tulajdonosa, hát az nem tudom, az most hol tart ez a dolog. Azt hiszem már nem. Ott volt valami. Akkor élt a fénykorát a Manchester. Mm. Oh, Ferguson. Na mindegy, ő is ott volt elvileg a buliban, úgyhogy bárkivel találkozhatunk volna, de nem ismertünk fel senkit. Igen, és neki a Rolls-Royce ott volt még egyébként, ezt valaki ott kiemelte. Egyébként egy nagyon ízléstelenül piros Rolls-Royce, de biztos menő volt. Igen, nem lehetett olcsó, az egyértelmű, de hát nem volt annyira ízléses. Bár nem tudod, mennyire érdekes téma most. Ugye én is fotózkodtam ott egy Rolls-Royce-szal, aminek a rendszáma az volt, hogy 2. Tehát egy darab 2-es szám. Csak egy nem volt még valami betű mellette? Nem, vagy R2. R2, aha. R2, és akkor utána hallottam, hogy ezek a rendszámok néha drágábbak, mint az autó. Hm.
Tehát ugye ezek nagyon különleges rendszámok, ilyen licit rendszerben van. Nem tudom, hogy Londonban is így van, de hogy ilyen Dubajban, meg egyéb helyeken abszolút így van, és akár 10 szerint is kifizetnek érte, mint a Rolls-Royce-ért. Ha volt, akkor az kemény. Meg a Rolls-Royce nem egy olcsó márka, úgy tudom. Igen, minél rövidebb a rendszám, annál drágább. Ez így van a Dubajban, meg Katarban, meg ezekben a közel-keleti államokban. És, de nem tudom, hogy tudom, hogy Londonban is így van, rá is kerestem erre az R2-es rendszámba, de aznak nem volt meg, hogy mennyi az ára. Az kemény. Blanka kérdezi, mi tudjuk, hogy ki kell majd öltözni a Kincsen Parkba? Nem kötelező, de ugye ajánlott. Mi is ajánlottuk, de bárhogy bejöhetsz. Pontosan. Aki nem tudná, hogy miről van szó, hogy most július 3-án lesz Budapesten a Kincsen Parkban a 100. magyar derbi, és akkor azt ugye a videónk végén elmondtuk, hogy mi is megpróbálunk elegánsan oda menni, hogy ezt a hangulatot hozzuk át egy kicsit külföldről. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mennyi elegáns ember lesz. Én is. Giozo kérdezi, hogy mostantól rendszeres lesz újra a stream, vagy nem tudjuk, most érkezett. Nos, szerintem most nyáron kevésbé lesz rendszeres. Ezt már lehet, hogy érzékelitek az elmúlt hónapokban. Igen. Igen, pihenős, Márk különösen, de én is egy pihenősebb időszakot szeretnék most, úgyhogy lehet, hogy kevesebb lesz. Sőt, biztos, hogy kevesebb lesz, csak nem tudom mennyivel. Igen, úgyhogy azt majd le is vesszük, mert még egy-két helyre ki van írva, hogy hétfő, szerda, péntek. Még mindig ki van írva? Sajnos ki van, hát, igen, úgyhogy teljesen úgy lesz szerintem, hogy amikor lesz időnk, meg kedvünk, akkor benyomunk valami, vagy egy festőset, vagy egy blendereset, vagy egy játékosat. Igen, meg néha játszunk majd valamit. Igen, de most ne számítsatok ki a következő időszakban ilyen nagy rendszerességre, de szerintem ez már hozzászoktatok tényleg az elmúlt időszakban. Geri vagyok, azt írja, hogy a kétjegyű rendszám 500 font körül van. Hát ez nagyon olcsó. Hát ez tényleg nem drága. Tehát nálunk is drágább, szóval ez nem hiszem. Szóval nálunk egy különleges rendszám az azt hiszem 440 ezer forint. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy Londonban drágább. 500 ezer font, most írja Geri. Na, az már alakul. Hát az mennyi? Az ilyen 200 millió körül van? 250? 230? Igen. Barni írja, hogy ja, letöltöttem Twitch-et, és egyből nem lesz rendszeres a stream. Hát és sajnos ez a te hibád, Barni. Nem viccelek. Ugye értesítést kaptak, hogyha lesz, úgyhogy tényleg látni fogjátok, hogyha jövünk. TLG Martin kérdezi, hogy a Kincsen Parkban van-e lehetőség találkozni. Most ott leszünk mi is a derbin, de közönség találkozó alapvetően nem lesz. Most ettől még persze egy-egy ilyen fotót azt nyugodtan lőjünk majd közösen, de összességében nem lesz ilyen esemény, hogy velünk lehessen találkozni. Pontosan. Közben Máté még bedobott 95 bitet. Köszi szépen, Máté. Köszi. A Mini Panda kérdezi, a Game Passhoz lenne még kérdése, tegnap vett egy PC-s Game Pass-t, visszaigényelte, kb. Mikor utalják vissza a pénzt? Hát én ezt nem tudom sajnos. Tehát, hogy valaki, aki jobban ért hozzá, az válaszoljon erre, biztos, hogy viszonylag hamar. Hát tegben van egy kis kupi, igen, ezt most meg sem néztük. Hát van itt már minden. Volt rosszabb is az helyzet. Szóval nem is annyira kupi, ott vannak mindenféle képek, meg dobozok, de mindegyik okkal van ott természetesen. Ez egy ilyen furcsa stílus. Na és Anna írta, és 5 munkanapon belül utalják vissza. Ennyi. És igen, Mikis, te mondja, hogy a PC-s Game Pass 3 hónap csak 300 forint, ugye ha először fizetsz elő, azt hiszem úgy van a szabály, de lehet, hogy mindenkire vonatkozik. Pontosan ezt nem tudom, nézzetek utána. Pontosan, és itt az a link egyébként, amit néha kiír itt a chatbot, ott meg tudjátok nézni. 300 forintot biztosan megér, próbáljátok ki, és ha tetszik, akkor meg lehet hosszú távon előfizetni. És ugye amikor gondolkodtunk, hogy a Game Passból választottunk a mai napra játékot, és gondolkodtunk, hogy Wormsözzünk-e, az is benne van. Benne van. Úgy éreztük, hogy már annyit Wormsözzünk, hogy lehet, hogy most ami különlegesebb kéne, úgyhogy emiatt a Forzát választottuk. Igen, Age of Empires is szóba került, mert le volt töltve, de nem, Forza lesz. Forza. Valami újat kipróbáltunk. És a Forma 1 2022-ről kérdeztek véleményt, de az előbb írtátok, hogy holnap fog megjelenni, tehát még nincs véleményünk. Hát az pont a Worms szóra lép be. Egy profival van dolgunk. Akikó. Pedig most nem Wormsözünk, pont az volt a mondat eleje. Azt nem tudom, hogy hallottad-e. De egy kis forzázás lesz. Forzázás az lesz. Többen írják, hogy akkor tudnak velünk játszani, hogyha felvesznek ismerősnek. Igen, mert egy konvojba kell kerülni. Igen, és az Xbox appon keresztül. Nos, az... Nézd, én megadom az enyémet szívesen. Na, akkor add meg, mert úgy, a Mark vezeti a konvojt, mert előbb is úgy volt, én meg eddig elindítom a játékot. Igen, mert én is elindítom a játékot.
hogy pontosan lássam, hogy hogy is írják a nevemet. Mert Pam Mark egyébként a nevem, de egy... Jaj, látom is. Pam Mark 8008. Igen, és érdekes, mert nekem itt kint azt írja, hogy Pam Mark, tehát A betűvel, hashtag 8008. Na igen, de azt hiszem így kell felvenni. Úgyhogy ezt még egyszer beírogatom itt többször is. Pam Mark 8008. Így vegyetek fel a Game Pass applikációban. És akkor elvileg le tudom okézni, és egy konvojban leszünk, és tudunk együtt versenyezni. Na, hozok még egy kólát, aztán szerintem már csapathatjuk. Cool. Hoppá, közben már hallok valamit. Ja, elindult a Forza, aha. Jók vagyunk-e Forzában, Attila kérdezi. Nem vagyunk tapasztalt forzások, majd gyakorolgattunk egy kicsit. Én billentyűzeten játszom, szerintem egész jól. Norbi kormánnyal játszott, ő nem annyira volt sikeres. Úgyhogy most megyünk majd egy kört, és megláthatjátok, hogy ki milyen szinten van, és utána lesznek fogadások is természetesen. A mai stream nem lesz maraton, igen, ma egy rövidebb stream lesz, szerintem kb. 2 órát leszünk itt. Mert utána nem, kicsit meg vagyok fázva, nem szeretném, utána pihenek majd egy kicsit este. De 2 órát csapatni fogjuk, ez biztos. Igen, a kormány Logitech G29. Uh-huh. Jó, közben jönnek egyébként. Ez hogy van ez? Na. Aha. Már tök egy pillanat, itt valami történt. De mert jöttek itt barátnak jelölések, azt hiszem, de ez olyan kaotikus. De aha, itt van törpe, zsombi, ruf. Vagy ők nem azok? Ja, nem, ezek javaslatok. Na, akkor várjátok még egy fél pillanatot. Levi írja, egyszer indítom be a Forzát, és persze, hogy update-el. Nem baj, ne aggódjatok, arra még lesz idő. Bár nem tudom, mekkora az update. Igen, itt néha meglepően nagy update-ek vannak. Mondjuk maga most a Forzai 100 giga, ami meglepett, azért bevallom. Szemírja. Én, aki tegnap törölte le a Forza 5-öt. Nem hiszem szemének. Kérni kérdezi, hogyha PC-n van egy Steam-en, akkor tud-e játszani? Ezt nem tudjuk, de az előbb többen azt írták, hogy nem. Közben a gépem is valamit csinál, nem tudom mi. 12 gigás volt az utolsó update. Ajjajjajjajjajjajj. De igen, Bajusz ellen is meghívott játszani. Aha, István, ilyen partira hívtak meg, de inkább ismerősnek jelöljetek. Azt hiszem, hogy úgy tudok majd én meghívni titeket a mi játékunkba. Mert itt, ha mindenki meghív a partiba, akkor össze-vissza fogunk pattogni. Úgyhogy ismerősnek jelöljetek. Annál kérdez, hogy Xboxról vagyunk? Nem, PC-ről vagyunk. Tehát amiben biztos, hogy működik, az PC és Game Pass verziója a Forzának. És Forza Horizon 5. Bizony, közben át is jöttem a képernyőmre, hogy lássátok, hogy töltődik. Zoltán, ide állítsd be, hogy be tudjunk lépni a játékba. Na mindjárt megnézzük. Egyelőre, aha, vágom mi a helyzet. Ajatt. Igen, Windows G betűvel lehet bejelölni, ezt írja Alcsár Márton. Uh-huh. Azok a rossz hangszóró van megadva. Na, így már elvileg hallani fogjátok. Oh yes! Lehet egy kicsit túl hangos? Vagy szörnyen hangosak hangzik. Mindenkinek szétrobbant már a feje most. Pontosan ez történt. Reméljük nem fejhallgatóval. Kezdő Suprával vagyunk, igen. Norminek is ugyanilyen autója lesz. Na, szóval Alt G. Jaj, copyright zene, írsz kell. Ó! Oh! Jó, még most pont elnémult. Akkor azt, hogy gyorsan kapd le. Nagyon köszi Skál, ez egy profi dolog volt. Rádió hangereje az 0. Főjáték hangerő? Azt nem az. Aproncsok, beszéd. Én is akkor játék hangerőt, vagy egy zene hangerőt gyorsan leveszem majd. Autógyűjteményt kéri Jolander, mutassuk meg. Na, még ezt nem kell itt elájulni. Szóval tényleg megcsináltuk a tutoriát, meg egy-két futamot és ennyi. Tehát, hogy nem lesz itt ilyen atomgyűjtemény. Igen, bizony nem. Viszont itt van Bajusz Ellen. Szóval szerint itt van velem szemben, valahogy megtalált. Jó, de egy konvojban vagyunk Bajusszal. Na, akkor ez nem működik, jól. Na, igen, várjátok, akkor megcsinálom itt a többit is. Van streamer mód, még azt mondta közben Bansa.
Steve Witch bere volt 100 bitet, köszi szépen, ezért a Forza Forza, hajrá srácok nézők. Na, átmegyek Norbi. Hopp. Ne gyere át, mert még igen. A zenenállam még megy. Igen, meg a monitoron nincs bedugva, azt írja most nekem. Ah, hát azt hittem, hogy ezt az előbb leteszteltük. Ez pont nem. De ez lehet, hogy itt lett kihúzva? Az esélyes, várj egy kicsit. Nem, várj egy kicsit. Ott is? De itt, szerintem itt is. Akkor ez a legrosszabb. Na, talán így. A tárkábelt ne húzd ki. Na, valamit már mozgor. Egy pont egy Norbi egyes Supra. Várjál, ez most nem látja. De működik minden szuper. Jó. Na most akkor a te monitorod megy, én addig megpróbálok minél több embert meghívni. Jó, még a zenét nem kapcsoltam ki. Ja, igen, azt hallom, akkor már még egy nagyon picit még megint nem mutatjuk. Aha, jó. Egy Krisztián írt nekem, hogy invitáljon meg. Nagyon jó gondolat. Tudom, hol vannak a beállítások, az is jó lenne. Igen, ez nem egyszerű egyébként. Na de igen, megvan a konvoj. Jó. Konvoj kezelése. Várjátok. Szóval is írja, hogy hívjam meg. Na, barátok meghívása. Na, jelöljétek be barátnak, én valahogy nem látom, hogy jelölnétek. Az helyzet, akkor fel tudnának, szóval meg tudnának titeket hívni. Csak Norbit látom, téged meghívtanak amúgy. Igen, oké, csak elmegy itt, állítgatok. Mi történt? Itt van Babszoló is, ciao. Várjatok. Csak a rádió volumot kell levennem? Nem, speech se legyen, nem kell ide. Jó. Várjatok, de hogy kell, Krisztián? Hogy működik ez? Személy felvétele az mi? Hogy működik ez? Nem, itt hívogattok meg engem játékba. Aha. Egyértelmű, hogy valamit én csinálok rosszul. Na, hogy kéne Zoltánt meghívnom mondjuk játékra? Ebben segítsetek, mert itt írjam be a neveket? Ez így van kitalálva? Ezt nem teljesen értem. Marci TTV írja, Xbox app, tehát ez valószínűleg akkor Windows G. Uh-huh. Értesítés ikon, és ott addold vissza őket, és akkor tudnak joinolni. Már meghívott Zingy Spoon egy partiba, most akkor ő bekerül a konvojba? Az de jó lenne. Már elhagyta a partit, most nekem ezt írja. Aha. Közben... ez hihetetlen. Várjatok. Itt közben driftelgetek egy kicsit keményen. Nem, ilyenkor egyikből kilépek, és a másikba belépek. Hoppá, várjunk csak, valaki itt megjelent nekem egy pillanatra. Az a neve, hogy Just Woodman. Urram Isten, Just Woodman. Az kemény. Nem tudom, hogy ez igaz-e. Megben erősítve. Jó, a parti az csak hívás, akkor most valakivel közben csetelek? Na már akkor... Ne csetel most már, hanem játszunk. Akkor Norbi, téged meghívlak, ez biztos működik. Na, oké, várj, megállok akkor. Jó, téged meghívtalak. Na, és most ezeket az embereket, akik itt írtak nekem, szeretném barátként felvenni. Ez miért? Na, írjátok, hogy nem Windows G, hanem maga a telepített Xbox app. Igen? Akkor várj, Norbi, átmegyek a te képedre, és kicsit küzdök. Oké. Okay. Adjatok egy pici időt. Én itt elfogadtam a meghívást, de egyébként nem mintha annyira bekerültem volna itt valahová. De, benne vagy a konvojban, amúgy no para. Akkor azért nem tudok csinálni már semmit. Norbi egyes szuprácskánkkal itt megyünk. Erre lehet menni, hogy mi az itt? Mondjuk egy driftet. Hát ez kárcsú. Hoppá! Ki volt ez itt? Igen, bajusz, úgy tolják driftet, olaj, bárcsak így tudnék. Még az asztalomat is lerántam, annyira tekertem pedig a kormányt. Na, azért nekem azt írja, hogy Mark éppen felfedezi Mexikót. Hát lehetséges, igen.
Én most nem így élem meg, de örülök, ha ő így látja. Alapfelsősről kis harang. Nem, itt van, aztán nincs ott. Na de Bajusz Allent valahogy behúzta a konvojba, mert bent van. Vagy nem? Ő húzott be engem szerintem. Ja, de ő húzott be engem is. De akkor hogy tud ennyire erősen behúzni minket? De nem én húztalak be. Hát most nem veled vagyok konvojban. Istenem, majd kiszedett. Srácok, most ezt tudom, hogy ez most szörnyű, ami történik, de egyszer nem tudlak meghívni titeket. Kézi fékezzek. Szóval itt vagyok, rámegyek a csengőre, és itt nem írja ki. Egy-két játék meghívott küld. Melyik a kézi fék? Jó, ezt tudom kéne. Akkor beiragatom én itt. Nem ez. Na, azt sem megnyomtam, amit ezt nem kellett volna. Ja, ez a fotómód, igen, ez nekem kicsit szokatlan még. Na, a kéziváltóval merik, akkor jobban megy a drift. Igen, miért merik én kéziváltóval? Hát, állítsuk rá, jöttök. De azt meg nem a settingsbe kell majd állítani, mi? Vannak ilyen kis segítségek, ez látszik. Na, átjönjük manuálba, nézzük csak. Na jó, meg tudlak titeket hívogatni. A Márk azt állítja, hogy meg tud hívogatni, hát majd meglátjuk ezt. Oh shit, véletlenül átmentem Robikának a konvojába, majd a Robika meghívlak. Látja, aha, egy Denver Nukert kettesbe így, aztán mindjárt jobb. Kézi váltó, az kell nekem. Csak még a kézi féket nem tudom melyik gomb, még ezt meg kell találni. Jó, azt hiszem meg lesz minden oké. Barátnak hozzáadok mindenkit. Németi Balázs is, Zoltánt is. Mindenki fogadja el. Még... azt hiszem, egy ember kimaradt, csak elfelejtettem a nevét. Babszoló is bent van? Tessék? Babszoló is benne van? Babszoló? Nem. Babszoló, kérlek, vegyetek fel, vagy írjatok nekem, vagy valami, most már tudom, hogy kell felvenni. Pam Mark 8008 a nevem, ahogy Skell is írja. Köszi szépen, Skell. Igen. És a kormány Marknak nem lesz, nekem van csak, és Babszolótól kaptuk. Szóval, hogy így nézzétek a dolgokat. Pontosan. Kicsi a világ, de összeérnek itt most a szálak, és még egyszer köszi Babszoló. És amikor majd látja, hogy mennyire béna vagyok vele, akkor majd lehet, hogy megbánja ezt a dolgot. Az kemény lesz. Jó, itt van Domi is. Nagyon sokan leszünk, nagyon örülök. Norbi, majd áthúzlak téged. Akkor megállok. LRD is itt van. Minden a legnagyobb rendben. Na, húzzát, mert Bajusz ellen úgy látszik, úgy berendhet a konvojába. Az a helyzet. Szóval offline-nak írt téged most jelenleg. Jaj, ne! Átmenek online-ba, hát az viszont, akkor a konvoj, közben mutatom az én képernyőmet, olyan konvoj van itt. Na várjál, ez az. Itt nem vagyok én a konvojban, csak valamilyen nem írta. De nem vagy itt, nincs itt a neved. És már csak 5 hely van, úgyhogy... Hát de nekem meg itt van a te neved. De már csak barátokra már állítva, ha nem... Igen, de te a barátom vagy, ugye? Hát elvileg. Hoppá, Krisztián kilépett a konvojból. Mi történik itt? Na, mit csinálok én rosszul? Light kamera is közben ilyen. Na most nekem azt írja, hogy te szó szerint offline vagy. Uh-huh. Akkor hívjál meg megint. Jó, Bajusz Allen? Jó, igen. Jaj, ne várjátok. Na, szóval én listámon itt van. Bajusz Allen, Asher, Papuás, Tom Garside, Uit, Vizsármis. Aztán... Ezek vannak nálad is? Nem. Már viszont Bajusz ellen kérlek ír nekem valamit, mert most ilyen játékba imitáltál, de akkor kilépnék ebből az óriás konvojból, amiben most vagyok. Te miket mondtál? Kik vannak ott? Bajusz ellen, Asem, Papuás, Tom Garside. Uram Isten, ez egy óriási konvoj. De akkor ez nem ugyanaz, mint a tiéd? Ez nem ugyanaz. Értem. Akkor több konvojban is benne lehet lenni ezek szerint. De ebben szerintem nem vagy benne. Nézd, próbálj meg abból kilépni. Na, jó, most egy tök más, hogy néz ki. Aha.
Na egyszer csak megoldjuk. Leave konvoj, leave velem, na most próbálj meg. Na ez lesz a jó, már érzem. Azt írja, hogy offline vagy érdekes módon. Azt írjátok, az a baj, hogy össze-vissza hív mindenki mindenkit. Na igen, csak a Mark hívhat másokat, vagyis az lesz a konvoj. Pontosan, ez a konvoj, amit most láttok, ez a konvoj. Mindenkit meghívok, aki ír. Egyébként nem is hívom meg őket. Ja, nem tudom, mit hagytam ki. Ja, már nem, rosszat nyomok, azt hiszem, várjatok? Valami rossz. Nyomok arra kom... Aha, itt lesz! Jó, nagyon sokan leszünk, de először Norbit. Elvileg meghívtalak. Nem látok még semmit. Lehet, hogy... Aha, nem, most, most. Várjál, most. Jó, az... De, várjál, most van, most jött valami. Jó, akkor mindenkit meghívok most. Látjátok itt szó szerint a képernyőn, senkit nem hagyok ki. És itt vagy, Osbi, minden oké? Okay. Yes, yes, yes! Yes, yes, yes! Easy! Azt hiszem erre mondják. Nem, azt nem erre mondják, de egyébként ezzel együtt is jó lesz ez, azt látom. Ez könnyű lesz. Jó, hát lehet több embert is kijelölni, hát nem kell egyesével. Jó, hát ez elég amatőr volt tőlem. Na, de 12 lesz a maximum player. Igen, még három ember, most kiküldtem a meghívókat, aki a leggyorsabban jön, három ember, ő tud bent lenni. Ír még Paulo és Paulo Escobar 496. Jaj, Paulo, ír nekem valamit, kérlek, PAM 8008, PAM Mark 8008. Na most már én is hallom, hogy be van dugulva az orrod. Igen, én is egyre abban. Na, most már nem is írja itt az izét. Na, Németi Balázs belépett. Igen, várjátok, ez most nem. És egy McLaren Sennája van Robikának, ez nem tudom milyen. Jó kocsiaitok vannak, ezt látom. Domi is X999-es kategóriában van, ez nem tudom milyen lehet. Igen, Alen Bajusz kéri, hogy őt is hívjam meg. És a McLaren Senna az egy valódi autó? Amúgy. Várj egy kicsit. Alen, mindjárt megoldjuk, csak valamiért eltűnt most innen a... menüből a cucc. Aha, Xbox Social. Ír nekem kérlek valamit, Alen? És már hívlak is. Most már kezdem érteni a működését. Jó, titeket hívtalak. Milcsó, téged is meghívtalak, ugye? Aztán McLaren szerint egy valódi autó, de ez egy nagy rész, ez egy McLaren P1. Ó, ismerős. Weekendecske nagyon szereti azt. A Forza Horizon 4-nek úgymond ikon autója. Ja, akkor az előzőben volt ez a fő autó. Na, már 10 vagyunk, még 2 ember befér. És Bajusz Alen is írt, mindenki befér. Ja, írtam, Senna tiszteletére csinálta a McLaren, nagyon jó. TM Milcsó is belépett. És Bajusz lesz az utolsó, már hívom is meg. És tök fullos. Fullosak leszünk. Bajusz, kérlek, gyere. És már csapatjuk is. Kendrinek valahogy nem sikerült. Na, a következő körről megpróbáljuk majd, de most akkor csapatjuk. A Márk valami csapatást fog csinálni. Egészen elképesztő lesz. Ez nagyon brutál lesz egyébként, tényleg. És itt van Bajusz, hivatalosan is betelt a játék. De csak most kezdődik a buli, úgyhogy ne aggódjon senki. Már megnyomok egy Entert. Már hogy kell ezt elkezdeni? Ja igen, tudom, akkor megvan a konvojunk. És most benyomok egy egyedi versenyt. Egyedi? Versenyszéria, legyen út, teljesítményosztály. Aha, jó, akkor úgy teljesítményosztály az S2 lesz, szerintem az a legkisebb. Lehet ez a legjobb. Na igen, a B lesz a legkisebb. Szóval mindenki lassú kocsika jön nagyjából. A legkisebb, azt írja Blue Man. Az A legkisebb? Ebben mi a logika? Mindegy, akkor ezt gyorsan átállítom. Amíg át tudom. Meglátjuk, meglátjuk. Na, de mindjárt indulunk. A B kisebb. Á, most már akkor nem. Mi jó, első sorrend DCBA S1 S2 X. Jézus Mária, mi történik itt? Na mindjárt meg lesz. Egyedi Horizon játék, játékmenet keresése történik. És utána csapatjuk. Át is még a két kijelzős izére. Az brutális lesz. Ez elég brutál. Na és most még nem lesz fogadás, az helyzet túl sok a kérdőjel. És nagyon-nagyon sok bennem is. Rengeteg. Viszont amúgy itt van mindenki, látom a térképen, úgyhogy gyorsan oda megyek.
A kicsit Normit is lehalkítom. Igen, és még egy kicsit akkor menj ki a képernyőmről, légy szíves, elosztom, mert itt, hogy kéziváltón vagyok, jobban kell hallanom. Profi. Nem ma kezdtem. De igazából ezt ma kezdtem, de... Nézhetitek itt a Drift Kinget. Azaz, saját magamat. Jaj. Na, itt tök jó, itt mindenki... Szóval ti vagytok itt a lobbiban. Füstöljük a gumikat. Érdekes, mintha nem kéne, hogy legyen ott most hang. Babszoló bent vagy most végül, vagy nem sikerült bejönni? Mert mindenképp a következő menetre akkor behívnánk. Elég, hogyha írsz nekem. Pammark 8008, írj bármit és bejelöllek majd, és utána jó lesz. Mi volt ez? Jóska gyerek? Ez te vagy babszóló? Nem, azt írja, Jóska gyerek, az esetlegesen... nem tudom elolvasni, hogy esetlegesen sértő üzenetet automatikusan törölt a rendszer. Automatikusan törölt, nem is sértő. Jóska, mit mondhattál? Szedd össze magad, Jóska. Na. De van, Jóska gyerek, most pofász. A híres mém most már így a modern cenzúrával nem működik. Igen, Fanika is írja, amúgy tényleg akciós a Worms most. Bárki akarja. Azt mindenki vegye meg most azonnal. Ez így igaz. Bár a Game Pass-ban benne van. Bizony, úgyhogy már őrültség megvenni gyakorlatilag. Ja. Na, várjatok, szóval... Akkor most el fog kezdődni ez a játék? Ja, akkor átmehetünk a másik képernyőre. Mhm. Te játszol? Te itt vagy az izében? Persze. Vagy már megy a futam? Nem megy. Bugatti nagyon B-kategória. Na egy Briggy feliratkozott a 11. hónapjára, azt írja, nagyon jó lett az új videótok. Köszönjük szépen, Briggy. Köszi. Hoppá, itt van mellettem Abled. Gyere te is ide, tesa, itt van egy ilyen menő találkozó középen. Hova? Várj, miért vannak a hanggal kapcsolatos problémák? Ide írva nekem. Ez arra mehetne innen. Na, itt úgy van egy olyan érzésem, hogy valamit rosszul állítottam be. Kicsit menjen létszi a képemről, mert itt valami dolog van. A futamot el is kell indítanod már. Ott hol? Annyiszor megnyomtam. A modern játékoknak egyszerűen nem értem a viselkedését, vagy a használatát. Ott van Robika, Krisztián meg Zoltán? Itt van Zoltán, Krisztián, Bajusz Alen. Szinte biztos a Robika is. Ja, hát a mellette van. A térképen választok egy futamot? Gosztolás van itt ezzel. Na, most mi legyen? Úgy elment mellettem. Jó, gyertek srácok, akkor ezek szerint oda kell mennünk a pályához. Most nem tudom, ti látjátok-e, de megadtam egy utat. Remélem, hogy azt látom, de könnyen lehet, hogy nem. Itt nagyon közel van amúgy. Szalakorlátot kicsit leszedtük, de jó az. Vannak bajok. Megúsztuk. Épület. Hoppa, meg kellett volna állnom. Hú, itt nagyon csúszik ez az út. Mi? Jó, azt hiszem ez jó lesz. De egy esős... Mi történik itt? Jó, megpróbálom ezt a Chevrolet-t. Mi történik? Most komolyan egyedül játszom? Nem, valami van. Már 8-as kéne megnyomnom, hogy belépjek. Akkor ezt gyorsan nyom meg, tess. És mindenki nem, nyomja nem meg most. A 8-as. Egy sikerült a korvetet kiválasztanom, úgyhogy nem sikerült, úgy látom az az osztály. Biztos, hogy nem ez. Mit kell megnyomni a kormányon, hogy a 8-es legyen? A Norbi kilépett a konvojból! Jaj, ne! Mit nyomtál meg a 7-est? Lehet, hogy a 7-es, ugye már nem szabad, ez teljesen ellentétes. Ne! És miért spanyol a játékod? Most látom. Ne! Spanyol. Na srácok, most mondjátok, hogy nincs túl bonyolítva ez a játék. De újra kérlek. Játékbe csatlakozás. A régi... A modern játékokat nem elég felett az agyam egyszerűen. Mit csináljak most? Hívjál be újra, mert tényleg kiléptem valahogy. Az emberek fele kilépett, hogyha valamit furcsa. Szerintem kell nézni, melyik a 8-es gomb. Megint mindenkit behívok. Nobi, fogadd el te is, Léci. 8, várjál csak.
nem is kell fogadnom. Közben Nettus is a 12. hónapjára feliratkozott végre, egy év is eljött. Sziasztok srácok, jó játékot nektek, köszi szépen Nettus. Köszönjük. És köszi, hogy ilyen régóta itt vagy, köszi, köszi. Betűn 8. Ez inkább jó lenne, ha kiírná, hogy melyik, de ugye azt akkor lehet, hogy nem tudja kiírni. Na minden, mert valahogy rájövök. És aztán most play gomb kéne képenni a közepére, így van. Ezt nem teljesen értem most. Akkor lehet, hogy ez... Egyet teszteltük Norbival, és azonnal elindult, és most nem teljesen értem, hogy mi a helyzet. Közben Gergő még 100 vitet bedobott, és a Hyperlight-ot elindította. Köszi szépen, Gergő, köszi, köszi. És Nettus Németországban néz minket most. Hú, Nettus. Mit csinál Németországban? Nyaralás vagy valami munka? Na, megérkeztem ide. Búdeni tónál vagytok, nagyon jó, szuper, ezt úgy hallottam, nagyon szép. István, most tele vagyunk, azt hiszem, vagy legalábbis mindenkit meghívtam, aki az előbb, Bika mind a kilépett volna a konvojból. Na most segítsetek, egyszerűen ezt hogy kell elindítani? Egy hatalmas playgomb hiányzik, ahogy Márkó is írja. És egy magyar rendőrautóval megjelent Krisztián, ez nagyon jó. Azt a mindenit. Ajja, itt kezd eluralkodni a káosz. Én ott látok valamit. Ja, hogy rosszul fogom a kormányt, lehet, hogy ezért nem tudok vezetni. Őrület van. Enyém az az elég menő narancsárga Corvette egyébként. Ja, hogy törik a kocsi is, most már látom. Tetszik ez a Wreckfest, írja Szká. Igen, van itt policej, magyar rendőrautó, jó kis Audi. Hopp! Valami történik! Valami történik, velkezdünk! Üdvözöl a versenyzés! Igen, láthatjátok itt az angol meg a magyar fordítást is. Igen, a nemzetközi környezetben is lehessen nézni ezt a streamet. Lesz futam is, vagy csak driftelés lesz-e? Őszintén drifteléssel is ellettünk volna szerintem egy másfél órát, de lesz futam, úgy tűnik. És most kell autót választani. A haj is most már limitálva van, viszont egyértelmű, hogy melyiket kell választanom. Egyes, oké. Okay. De neked is választanod, kettes. Választok, hát a szuper. A totális Ultimate Ski Game száma 12-re nőtt. Elképesztő. A leghosszabb driftem 627 láb. Érdekes. Nekem első helyen töltött idő 0 másodperc, ezt írta ki az előbb. Ez kicsit fáj, de sajnos tény. Nem tudom, miért kellett kiírnia, és szerintem jobb lett volna, ha nem szól. Igen. Erről. Ez jobban esett volna. Na, bajusz indított el, azt mondja. Na, a Zeningöt közösszönye. Sziasztok, én csak most segészteltem ide, de már a kezdetektől követlek titeket YouTube-on. Egyből a kedvenc videósaim lettetek, és ez a mai nap, hogy így van. Nagyon nehéz időszakon megyek most keresztül, rengeteget segítenek a videóitok. Köszönöm. Hát akkor külön örülünk egyébként, és remélem elmúlik majd a nehéz időszak. Én is nagyon köszi kitartás Zeningot. Köszi, köszi, ez jól esik ilyeneket olvasni. Úgyhogy hajrá! Hoztam egy kortyot. Tényleg elképesztően meg van dugulva az orram, amúgy nem vagyok annyira rosszul. Igen, tényleg egyre rosszabb. És egyre melegebb is van az a helyzet. Nem tudom, ti hogy bírjátok, nálunk itt az irodában a légkondival problémák vannak. Maradjunk annyiban. Úgyhogy ez érdekes lesz. Na, ez egy körverseny, nem tudom, hogy egy körre vagy hány kör. Ez bizony szerintem 3 lesz, de nem biztos. Mindegy, meglátjuk. Lesz-e fogadás? Majd lesz, de most elsőre nem, mert fogalmunk sincs, hogy mi fog történni. Briggy jól bírja a meleget, hát úgy könnyű akkor. Én kiderült, hogy egyáltalán nem... Jaj, már megint... Én is lemaradtam a rajtról, miért nem várt? Ezt nem hiszem el. Pillanatra lenéztem, itt megigazítottam valamit az asztalon. De nem baj. Itt eleinte mindenki szellem, ahogy látjátok, de ez mindjárt át fog alakulni. Itt van Norbi előttem, látom. Úgy driftelek, mint Colin McRae. Hopp, eddig tartott a persze szellem. Pont a Ghost Road a legrosszabb pillanatban kapcsolt ki. Nem véletlen. Dominak egy akkora ilyen Mad Max autója van. Igen.
Közben egy gyors kérdés majd, amit légy szíves a végén válaszoljatok meg, mert vagy visszatekerem inkább, hogy a hangerők jók, hallottak minket, halljátok az autókat is. Közben Norbit leelőzöm, azt érdemes figyelni. Ilyek! Aztán meglátjuk. Hoppá, nagyon... Aj, ne! A rendőr technikát használja, próbál megfordítani, nem? Ő rendőrözött meg! Haj, hát ez a karma. Én nem csináltam semmit. A karma, karma? A karma, karma elkapott. Most kéne visszatekernem, de azt ilyen online-ban nem tudom, hogy hogy kell. Egy R-be. Nem tudom neked, hogy. Ja. Igen, most eszembe jutott, hogy volt egy Justwoodman nevű ember, akit nem hívtunk meg. Ja, őt lehet, hogy meg kellett volna hívni. Igen, akkor Justwoodman, ha esetleg még... Esetleg még itt vagy, akkor kérlek, ír nekem PAMMARK 8008. És közben többen is írtatok, hogy jönnétek, úgyhogy majd rotáljuk az embereket, hogy mindenkinek legyen lehetősége játszani. Igen, és egymás is bejöhetitek egyébként, hogy tudjátok később játszani online. Na bizony. Ilyen, nem volt jó? Van, itt van. Megint, baj van. Annyira finoman kell ezen a földön. Jó lesz hármasban is elindulni. Áj, ne! Túl erős az autóm. Uramisten. Ilyet ritkán hallani autóversenyzőtől. Úgy követem az ideális hívet, azt hiszitek, hogy ez egy demo, de nem. Ezt én irányítom. Viszont Zoltán így gyorsabb valahogy nálam. Ijjajjaj. Ú, de Németi Balázs kicsit hibázott, ki is használtam. Én utolsó vagyok, sajnos. Na mi utolsó? Én ötödik helyen vagyok, de Zoltánt kipécéztem, annyit elmondhatok. Ez a kipécézés, amúgy ez honnan jön ez a kifejezés? Annyira? Nem örülök, hogy ezt használtam. Ez nem a pécék világában jön. Azt hiszem, hogy lekörözött Pion Dream. Ajajaj. Ez rosszul is esett. Hát, ha visszaelőzöm most. Átváltozott bajusz ellenné? Nem tudom, mi történik. Uramisten, ez a Transformers. Azt hiszem, ez már metaverzum. Nem, bizony, eltűnt. Ez... Nem vagyunk elég fiatalak ahhoz, hogy értsük, de azt hiszem ez a metaverzum. Tudom, én is ezt hittem. Na nézzük, Zoltán itt mittól. Hoppá, be is értem, azt hiszem vége! Hát, már a kinek? Ötödik helyezés, nem olyan rossz ez? Hát nem. Jaj, két másodperc a vége a versenynek. Ah! Ajjajaj, azt hiszem Norbi nem ért be. A kormány nagyon érzékeny, hozzá kell szokni, így van, ezt egyébként ezt mondtátok előre, hogy ez a probléma lesz. Négyen nem értünk be sajnos, viszont Pion Pion lett az első, TMI, hát azt elvette, nem baj. Azért most is látszik, de ezt is elvette. Akkor a lényeg, hogy én nem alakultam túl jó. De már ötödik lett, ami jó jel szerintem. Most ezt éreztem. Köszönöm, Skál írja, amit egyébként előre jelzett, hogy majd mennie kell ma, úgyhogy sok sikert kíván nekünk. Köszi szépen, köszi Skál, legközelebb találkozunk, hajrá, hajrá. Na, Brigi, köszönöm szépen, meg lesz ez. Tudom, egy pár kör még kell, hogy a kormányba belejöjjek, de jó lesz, rendben lesz. Igen, úgyhogy szerintem még ne legyen fogadás egy ideig. Nem, váltottam, végig ötödikben mentem. Igen, ráadásul most raktam át ugye automata váltóra, ami lehet, hogy egy kicsit korai volt. Mert driftelésben tényleg sokkal jobb volt, de... Na, vissza kell tennem automatára, valljuk be. Csak nem tudom, hogy most a meccs közben menni fog-e. Itt a Volcán Sprint... indításánál. Valami hibás a kép. Ez érdekes volt. Azt látom, nincs talaj. A beton alatt van a kamera. Ez egy sprint verseny lesz. Balázs, ide ő Krisztián, a rendőrautó. Mindenkinek itt ötféle neve van. Hú, de brutális ez a verseny. És szóval benne van a magyar rendőrautó a Forzában, vagy lehet ilyen skineket csinálni? Kezdtem. De ez a menő, ha lehet olyan kezdtem. És már megint indulunk. És megint túl gyors a rajt, ezt nem hiszem el. Pedig ötödik helyről indultam, de tizedik vagyok. Aha, igen, ez jó, egy ez nagyon... kemény lesz. Ez egy kemény verseny lesz, bizony. Most sikerült megmentenem egész sok helyezést, itt van Norbi pont előttem. Na megint? Bizony. Tudjátok, az előbb is mi lett a vége. A karma, karma. Itt a Márk nyomul már itt mellettem? Hát, lehet, hogy igen. Ez nem Wreckfest tesó. Te szorítasz le. Dehogy szorítalak le, ideális híven megyek, nem tettek pontot vagy. Úgy a Dominak a Mad Max autóján át kell valahogy mennem. Mi? Falnak ütközés, lassító alkalmazva. Túl erősen mentem és lelassult a kocsim. Mi az, hogy lassító alkalmazva? Lelassított direkt a játék.
Nem tudom, ez így működik a valóságban, de hát mindegy. Meg, nem tudom, mikor van ghostolás és mikor nincs. Nehéz kiszámítani. Na, nagyon sok autó van itt előttem, valahogy át kéne törni, mert látom ám Norbit is. Ja, akkora kocsija van. Igen, az Domi lesz szerintem, akire gondol. A Mad Max autós srác. Csak így hívják. Uramisten, nagyon jól sikerült bevennem ezt! 4 embert megelőztem! 6. helyen, előttem ismét Zoltán. Valami furcsa volt megint, hogy a fal után lassultam le. Igen, mert akkor a lassítást alkalmaztatott a játék. Hát ez hülyeség. Ez egy furcsa döntés volt a játék fejlesztőitől, de el kell fogadni. Ahogy mondani szokás, csinálj jobbat, ha tudsz. Ez mondjuk igaz, és nem tudok. Nem, biztos nem. Mondjuk nekem RPG Makerrel van egy kis múltam, de mindegy, ez egy másik téma. Tehát nagyon-nagyon nehéz autóversenyt csinálni. Nagyon nehéz, nagyon nehéz. De RPG-t is. Bár ugye vannak ilyenek, amikor így nem arra kitalált dologgal csinálnak valamit, az is jó tud lenni. Pontosan. A Warcraft World Map editorral is volt. Meg a Game Makerrel is. Na mindegy, szerettem volna a játékfejlesztő jönni, ez nem jött be. Na most bejött. Ne a múltról beszéljünk, hanem a jelenről, mivel Zoltán próbálom most behúzni. Baj van! Most kell megnyomni ezt a izét. Jó, Zoltán nagyon megy, de én sem kevésbé. Jaj, ne! Kicsit kicsúsztam! Az egyik checkpointot nem tudtam bevenni. Itt az esélyem. Most visszaszámol? Visszarakott 500 métert? Mi ez? Hát a checkpointig gondolom visszarakott. Ja, ennyire fontos a checkpoint? Hát az teljesen fontos. De azt hittem, hogy eddig is hihagytam egy csomó, de akkor ha neki mész a zászlónak, az ér. Hát ha neki mész, azon belül ilyen szűken nem biztos, hogy ér. Jó, de mindegy. Szerintem még így is valami jelent vagyok. Igen, ez megnyugtat. Ez engem egyáltalán nem nyugtat meg. Előttem Krisztián a rendőrautóval. Domit közben... Igen, ez a checkpoint netes volt nekem. Azt hiszem Domit kilöktem a checkpointból. És rész ended. De menő. Domival egyszerre értünk, mert olyan menő volt ez a kép, mint a film. Bárcsak egyszer beérnék, ez tök jó lenne. Viszont már nem lettem utolsó, hanem 10. lettem. Javul a srác. Így van. Márk 7. és az első pion lett megint, valószínűleg ő elég jól tolja ezt a játékot. Ügyesen választott, most egy Subaru ST-t ráadásul, valószínűleg 4 kerék meghajtás, minden az előny. Közben Geri írja, hogy ő is Game Makerrel csinált játékot, még gimiben, akkor hasonló a múltunk, Geri. Meg a Schwein, vagy Schwein valószínűleg úgy kinejteni, meg Icy Tower. Geri király. Király, én is csináltam egy-két játékot, az semmire nem hasonlított. De nem azért, mert annyira úttörő volt, hanem egyszerűen értékelhetetlen volt sajnos. Na, lehet-e már fogadni a következőbe ez a kérdés? Szerintem mehet. Mehet, de lássátok, hogy eddig kétszer nyertem. Ja, már nem, szkál nincs. Hát megoldjuk mi is azért. Ja, azt, szerintem. Jó, persze. Ha megoldod, akkor jó, akkor mehet is. Nézd, megpróbálom. Nem mondom, hogy egyszerűen oldom meg. Na, várjatok. Aha, jó, ezt ki kell töltenem. Lehet, hogy indul a játék. Ja, aha, jó, akkor a következőnél lesz, jó? Ezt nem hiszem, megint túl hamar indult. Jó, a következőnél már lesz fogadás, ezt még kérlek szépen nézzétek el nekünk. Ugye én billentyűzettel játszom, Norbi kormánnyal. Ja, valószínűleg emiatt van egyenlőre egy ilyen tudásbéli különbség. És kéziváltóval, ami sose szoktam használni egyébként, szóval az se egyszerű. Ezért van az, hogy néha halljátok, hogy úgy kibahúzatva a kocsim. És megint ilyen lassítót benyomott ez a cucc. Nem szabad neki menni a falnak. Ez egy megbüntet. Igen, de ez nem realisztikus, hogy büntessen meg az ütközésnél. Yes. Nem váltani. Ezt sem is kihasználja Piton nagyon keményen. Piton is kihasználja, de nem csak ő fogja, ennyit mondok, tess.
Miért Krisztián is? Jaj, ne, ezt nem kellett volna. Ez egy lassítót jelent neki is, meg nekem is. Nagyon erős lassít, nem. Érdekes oda, nem. Állít. Ez az. Mert annyira erősen mentél neki, az őrültség volt. De közben itt van Domi, ismét a Mad Max, nagyon, nagyon szeret előttem lenni. És egyszer megcsúsz, jaj, ez meg persze nem tartott vissza, azt hiszem vége. Checkpointot nem csináltam meg. Is, az visszavisz egy kilométert. Ugyan a versenynek még nincs vége, nem szabad elbíznom magam. Visszarakom a utómat a látóba a következő körbe, ezt még elmondhatom. Miért tetted át manuálba? Mert drifteni mondták, hogy úgy sokkal jobb, és az tényleg sokkal-sokkal jobb volt. Igen, de ez nem egy drift verseny, tesó. Ez sprint. Elfelejtettem. Majd pontosabb egyik, ez egy körverseny. Drift lesz, akkor hú, ez durva lesz. Nagyszerű, tiszta verseny, állandóan ezt írja ki, nekem annyira fair vagyok. Nekem meg sose jött neki. Na, ez sok mindent elmond. Most kéne egy ilyen, az ujjamra, mint hogy a billentyűzetemre egy ilyen kamera. Látszódjon, hogy az ujjam milyen ennyire szinten próbálj. Dolgozik. Aha. Úgy tudom, az e-sportolókon is szokott lenni. Szívesen megmutatnám a technikáimat. Egy fa. Ezt is kapom a lassítót. Oh yeah! Aj! Aj, és nem tudok... Yes, yes, yes! Csúszik, csúszik, csúszik! Krisztián előzött a rendőrautóval. Így az fájhat. Az bizony fájhat. Visszaelőztem, meg kapott egy falaslásítót. Én viszont úgy driftelek, konkrétan csak egy példát tudnék mondani ehhez, egy párhuzamot, Colin McRae. Azt hittem Ken Block lesz ez. Még őt mondhatnám talán, de ő néha hibázik. Jaj, aha. Itt van Milcsó, neki csapódott a falnak, úgy látom maximális büntetést kapott és meghalt gyakorlatilag az autója. Ez a verseny jó hosszú, de most lesz vége. Ja, 5 másodperc van a verseny végéig, de sikerült bejutnom. Kíváncsi ezek a dolgok sikerül-e. Ki tudja. Jaj, te csak írtam el nekem, és azt írja Endorinak, köszönöm akkor. A következőnél nem lesz egymás után, remélem. Ja. Colin McRae már elhunyt sajnos, igen, sajnos elhunyt, tudom. De nem autóbalesetben, a meglepő módon azt hiszem, hanem egy helikopterbalesetben. Jaj, ezt nem is tudtam. De ez nem biztos, majd valaki leírja jobban. Lassító... Na, ezek szerint mindenki kapta a lassítókat itt ezerrel. Ezzel írom össze itt a fogadást. Alex írja, új Twitch-en itt, de YouTube-on 7 éve követ minket, most 13, úgyhogy 6 évesen kezdte el. Wow! Ez akkor... Ez lefedi az egész. 6 éves korodra úgy sem emlékszel, vagy előbbre nem, de nem emlékszel semmire, én biztos, hogy nem. Úgyhogy... akkor egész életedben. Igen, milyen érdekesen úgy a szegény Colin McRae, hogy rallizott egész életében, amit iszonyatosan veszélyesnek tűnik, meg valószínűleg az is. És utána meghal egy balesetben, de nem rally balesetben. Ez, igen. Ironikus, vagy nem tudom mi ez. Na és közben sikerült megcsinálnom a fogadást, ki fog előrébb végezni, ez a kérdés? Na hát ez túl könnyű kérdés. Akkor mi legyen? Hogy beírek-e? Vagy az, hogy... Hát akkor én mit csinálok? Igen. Jó, legyen az, igazából mindenki tudja, eddig egyszer se értem be a célba. Ki kéne lépnem, hogy az automata váltót átállítsam. Na hát igen, számoljátok bele, eddig... Jó, hát nem, maradok kézi váltóba, jó az. Na, számítsátok bele, eddig 3-ból 3-szor nyertem elég durván, de ugye az occok valószínűleg kiegyenlítik majd. Egyébként az occok tényleg kiegyenlítik. Az is túl könnyű, hogy Norbi beére. Várjátok, gyorsan kifilmozom. Igen, Schumacherrel is ez, amit Vasi is ír. Így van, az is igaz. Na igen, és továbbra is PC-s Game Pass-szel játszunk, azzal tudtok csatlakozni. Van benne csomó játék, látjátok itt a link is, itt van, minden itt van. Csak hogy tudjátok, hogy mi a helyzet.
Most egy McLaren Senna autóval fogok menni, ha jól láttam. Egy McLaren Senna? Meglepő. Meglepően menő. Stefan, ezért inkább biciklivel, nem cool a heli. Nem cool a heli. Ez mondjuk egy menő dolog. Menő mondat. Na, itt már látjátok a kocsimat, eléggé csapatos. Ezzel megjelen szakárhol, ez már úgy rendben van. Karbon féktárcsa. Norbi 1-es rendszám. Na, akkor még egy open versenyt nyomunk. Ez most működött. Kerámia az inkább. Aha, oké. Várjunk, csak bálna emótákat látok. Mi? Azonnal meg kell néznem. Egyből 1 millió csatornapot felett Acira Akiko. Ezt nem hiszem. Hogy lehet, de ez őrület. Márkó 250 ezeret rakott Team Márkra. Annyira biztos benne, hogy nem most fog megváltozni itt a versenynek az állása. Hát kíváncsi leszek, viszont Paulo 40 ezeret rakott Team Norbira. Paulo le a kalappal. Nem mondom, hogy jó döntés volt. Na, a bátorság az olyan szinten értékelendő. Azt hozzá kell tenni, hogy 9,3-szoros a szorzó Team Norbin. Szóval, hogy Paulo nyer, azonnal egy óriás kékbálnává alakul. Hihetetlen. Igyekszünk, igyekszem. És új kékbálna született. Márkó, új kékbálna vagy? Óriási dolog. Gratulálok, óriási dolog. És tudjátok jól, hogy ez mit jelent. Fel fogsz kerülni a kékbálna dicsőségfalra. De megy mindenki, de majd kapják a büntetéseket, remélem. Már megy egy játék? Igen. Hát én nem vagyok benne. Nem vagy benne? Nem. Akkor hol vagyok? Várjatok, a fogadás természetesen, ha most kiderül, hogy nem vagyok benne, akkor ez nem él. Mi ez? Nem, már nem tudom, mennyi... Kiléphetek akkor. De Németi Balázs van itt, lehet, hogy beívtak egy másikba? De itt van Németi... Nem, én mindenki játszik, csak én nem. De nem szóval megnyomom az escape-et, és nem megy a menü. De tudok, szóval autóval tudok menni. Uh-huh. Ez érdekes. Ez tényleg érdekes. Én gyakorlok egy kicsit, a fogadás a következőre lesz érvényes. Pontosan, most a te monitorodat mutatjuk, Norbi, én ezt újraindítom ezt a játékot most. Mert nem tudom, milyen hatása lesz majd itt a konvojjal, de megoldjuk. Nagyon mindig. Na, az automatát berakok egyébként közben. De már nekem sem működik az escape. Érdekes. Most azért a finding az session. Ez miért nem működik? Nem működik semmilyen gombom. De biztos egy verseny volt, visszaszámlálása minden? Volt. Érdekes. Ez hogy lehet, hogy nem tudok kilépni egy versenyből? De nekem sem működött semmilyen gomb, ez olyan, mintha egy feature lenne, nem egy bug. Fent írta, hogy net hibát észlelt és kidobott, ezt írja Alex. Hadd gyakorlok. De mi folyik itt? Ez a nagy kérdés. Köszönöm közben a Team Mark emótákat, látom, amit nettus pörgeti őket. Mert a Bajusz azt írja, hogy lépjen ki mindenki a versenyből, az én hibám. Kezdjük újra, mit tettél, Bajusz? Hogy tud ennyire erősen hibázni? A Bajusz akkorát hibázott, hogy a Forzát így megtörte az egész globálisan. Nézd, ilyet tud a tied? Ilyet nem tud, de bárcsak tudna. Na. Random kidobja. Jó, nem tudok kilépni, nincs egy drasztikusabb módszerhez kell folyamodnom, úgyhogy a képernyőmet, ha elveszed. Az jó? Köszönöm. Van egy jó kis klasszikus módszer? Ja, a processzor 100%-on kiakadva, az jó. Na, akkor kezdjük előről. Előről csinálok egy konvojt. Most behívok olyan embereket is, akik eddig nem voltak, hogy tényleg mindenki sorra kerüljön. De aztán megpörgetjük. Ez a kiléphetetlen verseny, innen nem lehet távozni élve. Jaj, ne. Ez meg olyan volt. De akkor miért nem egy profi a party leader? Hát Paulnak egyszerre igaza van, egyszerre pedig meg kell értenie, hogy az meg nehéz irányítani, hogy akkor mi történik. Pontosan. Pontosan. Igaza van, fáj. Igen? Igaz, teljesen igaza van. Szörnyen amatőrök vagyunk, de lelkesek, úgyhogy... Hát azért fáj. Igen, azért fáj, mert teljesen valóságos. Viszont a fogadás az ugyanúgy áll, úgyhogy ne aggódjatok. Mindjárt csinálok egy új konvojt, és pörgetjük. Hogy bírtál kilépni? Én, hogy bírtam? Igen. Vannak ősi technikák. Az ősi, de akkor... Ja. Nem csak egyén valahogy nem indult újra.
Szuper kérdezi, Xboxra lehet-e menni? Nem, úgy tűnik ez a PC és Game Pass-osok tudnak jönni. De hogyha többen vagytok itt Xboxról, vagy valamiről, akkor itt megszervezhetitek, hogy egymás ellen nyomuljatok addig is. Uh-huh. Pörgessük fel itt a Forza community-t. Közben Ellen Bajusz azt mondja, hogy Xbox is. Bocsán. Jó, akkor nem tudom, akkor lehet jönni Xbox Game Pass-ról. Nem, akkor lehet, többen én írták, akkor ez egy fake info volt. Xboxról is lehet, mi PC-n toljuk. Na, itt is vagyunk, minden legnagyobb rendben. Na, ezt, igen, ez volt, nem ezt akartam. Rossz gombot nyomtam meg. Jó, van crossplay, ez most már teljesen egyértelmű, hülyeséget mondtam az előbb. Susizó, ilyen Team Norbit írja, nagyon jó. Na, srácok, akkor jönnek a konvoj, új konvoj tagokat toborzok. Itt írtatok nekem az előbb többen is. Na mondjuk engem behívhatsz. Egyébként be tudnak lépni valahogy, de mindegy, kicsit nehéz itt követni a rendszert. Na, téged behívtalak. Igen. Akkor itt nézem, hogy van-e új ember, aki esetleg... Jó, Levi, nagyon szépen köszi, hogy ilyen kedvesen írtad, hogy esetleg beférsz, akkor jöhetsz, úgyhogy téged is mindjárt meghívlak. Robikát újra, mert ő az előzőből kimaradt. Dorian, őt már hívtam, azt hiszem. István, téged is behívlak most mindjárt. Jó, azt hiszem, ti vagytok, akik írtatok. Xboxosok tudnak belépni meghívás nélkül. Nem tudom, miért van ez ennyire megbonyolítva, hogy nem is értek semmit már. Én sem értek semmit, egy dologban vagyok biztos, hogy annyira mindent bele fogok adni ebbe a futamba. Ebben én is bele fogok adni mindent. Ez kemény. Na, el is küldtem, az összes meghívó kiment. Igen, nem, de nem, ezt fele is el. Engem mondtam megint. De az is jó, ha itt vagy. Ja. Itt nincs rossz döntés. Jaj, de jó. Zoltán, PC-n is be tudod hívni. Jó, senki nem tudja a szabályokat, de mindegy is. A lényeg az, hogy itt vagyunk, nem sokára betelünk, még három ember kell. Gyertek, csatlakozzatok. Itt nagyon sokáig tölt valamiért. Mi tölt neked? Minden sem indult. Mi? nem teljesen értem ezt a játékot amúgy. Hm. Szóval valamilyen lobby rendszerben vagyunk, na mindegy, nem értem. Senki nem érti. Dark kérdezi, mennyiért vettük meg a játékot? Ugye Game Pass-szal játszunk, úgyhogy nem kell megvenni a játékot. Elő vagy fizetve, akkor ez ingyen lehet játszani. Na, és csapatom végre. Ez az. Na várj, de visszarakjuk az automata váltót, azért ez mégiscsak jobb lesz. Közben most kérdezem, hogy a hangerő az megfelelő? A hangunk meg a játék hangereje? Van a clutch, hú, ez durva. Jó. Akkor én csak várom, hogy játszunk. Konvojomat megnézem, hú, fullos, olyan emberek vannak itt. A legfullosabb konvoj. Most elvileg egy Horizon nyílt játékmenet keresése fog történni. Mondjuk ez a McLaren szerintem ez egy jó autó, tényleg. Te azzal vagy? Ajaj. Hát én nem, én egy Suprával. De majd a... az limitálva lesz, azt hiszem, hogy ott mivel tudunk lenni, remélem. Jó helyen vagyok? Kicsit segítsetek, vagy... Ez a kocsi, ez tetszik nekem, ez bírnám. Egy McLaren P1-et? Uh-huh. Abba szerintem is sokan vagyok ez, jó? Ja, ez persze szemben. Nem teljesen értem itt ezt a dolgot. Márkó írja, hogy a Formula 1 közben kinevetek égben, hát te ne öld meg, nem fogom megölni, úgy fogok menni, mint egy állat. Automata váltóval azért könnyebb is lesz. Hú, már kicsit megcsaptam ezt a... Na most föld, most terepre megyünk. Ajaj. Nem teljesen értem ezt a játékmenet indítást, de ha egyszer sikerül, akkor elképesztő lesz. Gyi, mondja, hogy nem tankolná ezt a kocsit, de lehet vele finoman is menni. Nem kell mindig taposni neki. És akkor lehet, hogy 20-at eszik, és már jó, megvagy. Így szabályosan így kell menni 50-nel.
Hopp, de most nincs erre idő, mert verseny van. Igen, megint nem látom. A legjobb kocsi az a Lamborghini Sesto Elemento, azt mondjátok. És én ezt elhiszem. Miért nem látom a versenyt? Hát kezdek megőrülni. Szóval mindenki versenyben van, csak én nem. Mit csinálok rosszul? Hát én vagyok a vezetője. Hát talán ez a baj. Hát megőrülök. Na válassz a kocsit. Most kérlek, mondjátok el, mi történik? Na valaki segítsen már Márknek, mit csinál rosszul ennyire. Ő a játékban jó, de a menüben. De nem a menüben. Nagyon nem jó. Hogy kell autót választani? Itt. Szóval azt nem értem a játékfejlesztőkben, és ezt nem csak a Forzánál érzem, hanem soknál mostanában azért modern játékoknál, hogy olyan bonyolult a menürendszer. Igen, valamilyen nagyon szeretik. De lehet, hogy tényleg, lehet, hogy én vagyok hülye hozzá most már, nem tudom. De... nem értem, nem értem. Térképen kell elindítani. De már indítottam már innen mindent itt. Itt egy oázis terepverseny, megnyomom. És oda kell mennem és megnyomni? De és a többiek most épp mit csinálnak? De ezek a Forzán milyen egyszerű a menürendszer. Így van. Zony. Az a határeset, ott néha kicsit bonyolult. De tényleg van a furcsa részek. Na, most nekem is most kezdődött el. Most nem egy játékban leszünk. Ez egy egyéni verseny. Restartani kell a gépet, egyszerűen hibás, nézd meg, nincs a frissítés. A Worms Rumble menüje, na jó, Anthology, jó, azt inkább hagyjuk. Nem tudom, milyen volt a menüje, nem is számít. Valami net para van, azt mondjátok. Babszoló pedig azt mondja, hogy undorítóan bugos ez a játék. Ja, most nem tudom, hogy ez bug-e. És Nettus szerintük bugos. Hát akkor ez csak bugos. Ja, hát akkor az tök jó. Ott repül, azt hittem egy repülő, de valami autó repülött a levegőben. Biztos megtolta egy kicsit valaki. Na, akkor most nem tudom már, mit kéne tennem. Na, most valami indul a Coast Run Racing, azon vagy? Ne, én semmi nem vagyok, mert azóta előbb kidobott. Azt mondtad, valami van. Valami elindult, aztán semmi nem történt. Ilyen kaktuszokat pirítok. Fannika, így a végén Worms lesz ebből. Hát, bármi lehet. Igen, szóval mindenki itt van, te nem. Csak én nem, aki megnyomtam, hogy ott szeretnék lenni. Én voltam az egyetlen, aki megnyomta. Igen. Kicsit gyakorlásból elindulok, de amúgy... Nyugodtan, nyugodtan, én addig mindjárt kitalálom itt, hogy mi sötétben legyen. Sötétben játszunk, ez most itt kegyetlen. A gosztolás egyszerűen 40 autón keresztül, ez egy érdekes élmény. Igen, most akik most csatlakoztak benne, nekik mondanám, hogy bal alul egy versenyben van éppen Norbi, én pedig próbálok itt a bugokkal küzdeni. Íííí, baj van! Psz, és megint baj van. Jó, hogy nem ez a fogadás. Na itt lesz az oázis terepverseny. Na jó, ebből kilépek, annyira rosszul megy. Aki rám fogadott, az most valószínűleg izzad. Na most én is el tudtam indítani valami versenyt. Most tényleg át fogtok jönni? Mert viszont kidob engem! Saját magam által elindított versenyben. A leader is starting a convoy event in Mexico. 8-ast, ha megnyomom, akkor tudok menni oda. Akkor mindenki nyomja meg a 8-ast. Csak ugye nem tudom, melyik a 8-as. Kérlek, nyomjátok meg! És nem ilyen, most kiléptél a konvojból, azt írja. Mindenki kilép a konvojból. Enter. MRK Enter, az mi? Good Horizon Open, Return to... Jó, kilépek ebből az előzőből. A 7-es és a 9-es között, köszi Geri. Várjátok, közben itt a konvojt is. MRK Enter, hát az, van itt ez a, valamilyen Enter a kormányon. Lehet, hogy azaz. Most hova kerültem? Most mentem roamingba. Mi történik itt? Közben megint mindenkit meghívok, mert sokan kiestek a konvojból. Aki benne van, az nem kell elfogadni azt. Na. A button 8-at át fogom tenni az enterre. Ez lesz a 8, bármi is legyen. Az MRK az Mark Enter? Ez jó lenne, mert nem tudok enterelni. Na de most itt van mindenki, csak te nem, Norbi. Király. Na, akkor most meghívtalak, be tudsz csatlakozni? Még nem látom. Az a baj, már mindjárt tele vagyunk. Már gyorsan.
Most hívlak, készülj. Úgy olyan készen állok, ez olyan elképesztő. Megy? Nem. Ja, de igen. Na és most itt leszünk, jó. Most megnyomom azt, hogy eseményhez... Nem tudok ehhez csatlakozni, megőrülök. Zoltán azt mondja, add át a vezetőt és indít ő versenyeket. Na én ezt bármikor megtenném nagyon szívesen. Hogy kell átadni? Már bemegyek itt a konvojba, itt van Zoltán. Előléptetés konvoj vezetővé. Kérlek szépen, segíts nekünk. Nincs is benne a konvojba. Jó, ja, de itt van Zoltán. Jó. Ez maga a téboly, írja Daniel. Ez maga a téboly, én is így érzem magam. Az F3 túl van bonyolítva. Egyre több embert meggyőztél ezzel a véleményed. Most egy picit azt érzem, de hát ha most Zoltán megold mindent. Érdekes dolgok történnek. Na, most az Zoltán valamit csinált. Vissza kell mennem Freedomba, hogy elfogadjam. Aha! Igen. És megnyomt vagy Entert, én is. És azt hiszem, hogy próbáltam belépni. Talán benn is vagyok. De versenyben még nem vagy benne, ugye? Nem. Akkor megőrülök. Én is megnyomtam az Entert, és most várok. Team Zoltán, ahogy mondja itt Haribó is. Na, csatlakozási játékmenethez, azt hiszem meg lesz! Itt is van valami, és a McLaren Sennán már itt pörög. Mi ez a kölcsönautó? Itt is hitelre kell velem autót? Mi ez? Gyerjétek meg 70 giga. Hát, hogy 5 perc alatt megvan. Uram, és egy McLaren Sennával lehetünk. Én is ezzel leszik, tess. Én igazán nem voltam. Na, a verseny él természetesen, ugye az előző fogadás, ami 20 perccel ezelőtt volt, az most fog életbe lépni. Azért is jó, mert akkor is egy McLaren Sennával lettünk volna, úgyhogy ez igazságos. Mm-hmm. A céges neten sajnos le van korlátozva a letöltés. Ajjaj. Ezek a cégek nem akarják, hogy boldogok egy kicsit. Persze. Mert mindenki tudja, hogy 100 giga egy játék legalább. Na de végre itt vagyunk. Egyébként ez egy háromkörös verseny. Szerinted melyik? Szóval erre, az elsőre vonatkozott a fogadás. Az első, igen, aki most nyer, vagy aki előbb végez, az nyer. Pontosan. Igen, és utána egyből indul majd a következő verseny, és egyből egy fogadást is indítunk. Jó. Playa Azul. Pálya. Na, végre sikerült. Hány kör, ezt nem látom megint. Mindegy. Heten vagyunk, most kevesebben érdekes módon. De legalább mindketten benne vagyunk Norbival, úgyhogy az legalább sikerült. S2-es osztály, ez szerintem a legjobb autókábbi, ami benne van, így érzése. Elég menő a helyzet. Na hajrá mindenkinek, és rajt! Nincs visszaszámolás, az a multé. Zoltán 10-szer annyival indult el, mint én. Az a durva, hogy én is, te valamit rosszul csináltál. Elképesztő. Uramisten, ez a McLaren úgy megy. Ez megy. Holy macaroni. Uramisten, a spoilere is fékezéskor változik. A lég ellenállás is figyelembe veszi le a kalappal. Balázs nekem jött, nem baj. Ez ilyen, ez egy terepálya, mert annyira nem tűnik ez annak. Terepálya? Ez nem az, azt hiszem. Remélem, nem, mert ez a kocsi nem tűnik annyira terep alkalmasnak. Nem, de ez nem terepálya természetesen. Oh shit. Ah, yes. Jó, kezdek ráérezni, lehet, hogy a valóságban is kéne nekem egy McLaren F1, vagy P1 Senna. Már csak... Jaj, baj van! Hozzá. Aha. Engedj már vissza! Srácok, aki rám fogadott, most erőteljesen izgulhat. Nem tudom, mi történik ott, de szörnyen hangzik. Kicsúsztam, és na mindegy, olyan nehezen jöttem vissza. Közben én Zoltánnal itt egy elég kemény versenyt fogok csapatni. Pedig Zoltán első, nem? Hát én meg második, tess! Jó, hát akkor itt ez... Én meg hatodik vagyok kb. Alinek az utolsó előtti. Így Zoltánt! Sikerült megelőznem Zoltánt! Első vagyok! Vagy nem? Elképesztő. Ennek is oda még azt írja, hogy második, hogy mi ez? Zoltán már lekörözött. Jaj, ne. Pedig ez az első kör. Így Zoltán nekem jött. Azt hiszem ő is megkapta. Karma. Jó.
úgy követem az ideális ívet, mint egy animáció lenne. Én elképesztően nem bírom követni az ideális ívet. Nem, nem tudom, úgy remeg a Norbi asztala, csak arra gondolok, hogy kiment a pályáról. Jól gondolja. Jó, azt hiszem, ja, ne, itt van Zoltán! Zoltán, miért ilyen gyors? Ne! Jó, nem, benne voltam a checkpointban, úgy tűnik, necces volt. Yes, yes, yes! Érzem ezt a P1-et. Mert most nem is a első pozícióra gondoltam, hanem az autóra, de azt is érzem. Nem, de Zoltán nagyon nem akarja, hogy nyerjek. Lehet, hogy erről szól a verseny. Igen, igen. Ajjaj, ütköztünk. Úristen, bajusz Alen. Neki volt csapódva a falnak. Nem tudom, mennyi kör van még. Ja, itt volt, ez volt az utolsó. És bent vagyok. Ajjaj. Ez nem jelenti jót a fogadókra nézve. Látod, hogy melyik oldalom. Ez bizony egy Team Mark. Ez most már hivatalos, nekem már ki is írta, ugye Norbi még nincs bent. Úgyhogy Team Mark, úgyhogy indítom is a következő fogadást, mert ugye itt annyira gyorsak a menetek, hogy... Hát, hogy 40 másodperccel le vagyok maradva? Vagy mi? Megint nem fogok beérni, mert még 4 másodperc és nem látom a célt. Ennyi volt. Jaj, ne fékezzek, ezt mondjátok. És el is indítottam a következőt, mivel ugye itt automatikusan megy a következő pálya. De számítsátok bele azért itt, igen, itt. Plusz 280k, aki 40 000-et tett rám, ki is volt? Siripipi, semmit nem várt tőlem, mégis csalódott. Én is így vagyok ezzel, ne vagy. Jó, igen, de ugye az occok is ilyenek voltak. Szóval 280k-t úgy szerzett Márkó, hogy 250-et felrakott. Ja, na mondjuk úgy az más. Persze. Hopp, kaptam egy C73 AMG Coupé Black Series-t. Ez jó. Norbi sokkal lassabb folyamatosan, semmi értelme nincs. Uramisten, ez kemény. Na hát, kemény. Kemény szavak Danitól, vagy Neymartól, nem tudom melyiket. Mi? Te, neked megy? Nem, nem játék. Ja, jó. Gondolom, itt a töltés idő, vagy valami alatt. Ja, várj, itt kell. Most a 24-es gombot kéne megnyomnom, hogy csatlakozzak. 24-es gomb? Ez kicsit túl van bonyolítva, nem? Rohadtul túl van bonyolítva. Az előbb beállítottam direkt a 8-es gombot. Két kickbálla is van rajtam, azt mondják. Levi és Márkó is, ha jól látom. Elképesztő, elképesztő. Köszönöm a bálnemútákat. Ez brutál. Mert csak azt nem értem, mi történik itt, ugyanis a konvojban ketten vagyunk, nekem most azt írja. És te nem vagy benne. Krisztián és én. Nem is tök mit mondani. Várj, tüsszentek egyet. A kép viszont nagyon szép. Jaj. Na, várjátok. Olyan nehéz. Jó, Zoltán meghívott partiban, mindenki fogadja el. Na, engem nem hívott. De megfog téged is, aha. Biztos vagyok benne. Zoltán csinálja most itt a hostolást, és nagyon köszi szépen Zoltán, hogy segítesz. És igen, és itt vagy benne. Jó, meghív, akkor lehet, hogy csak én estem ki. Köszi Zoltán. Akkor csapathatjuk a következőt. A fogadás véget ért, úgyhogy. Na, most is engem is meghívott, de szerintem benne vagyok. Te benne vagy, aha, úgyhogy nem is kell újra. Óriási a tét, de ugye ennek az az oka, hogy egyszerre kicsi is a tét, vagy ugye a rizikó kicsi, ilyenkor magasak a tétek, úgy tűnik. 95% Team Mark, 5% Team Normi, Tour. 21-es szorzó. 21-es. Ilyen maszká. Szóval Tour 15 000-et feltett, de 300 000-et nyerhet. Úgyhogy elég nagy a nyomás, hogy ne veszítsek. Hopp, közben most kell nyomni gombot, hogy csatlakozzunk. De nem tudok csatlakozni, mert 24-es gombom nincs. Lehet, hogy mégis tudtam csatlakozni. Nem tudom. Közben úgy, jó érzés, hogy free-be driftelget, viszont szörnyű hangja van ennek.
Hát hidd el, az életben is szörnyű lenne. Na, az itt mi? Vagyunk. Legendary, Senna McLarennel megyünk megint. Már oh, yes. 1,01-es szorzó van kb. Rám, meg 25-szörös. Ez kemény, de mondom a pontos infókat. 1,05-ös a szorzó a Team Markra, 21,57-szeres Team Norbira. Most lesz nagy meglepetés, ha Norbi eddig csak altatott, írja a gyizem. És egy Team Norbi tag egyébként, úgyhogy ebben reménykedik. Retekon megírja, ezek a játékok újra és újra bebizonyítják, hogy a Worms minden szempontból a legjobb játék. Igen. Jó, hát a Worms-et nehéz elvenni. 10 éve próbálkoznak, hogy valami jobbat csinálnak, de még nem sikerült. Figyelj, ezért valamikor biztos eljön majd ez az idő. És még maga a Worms is próbált egy jobbat csinálni a Rumble-el, hát tudjuk, mi lett a vége. Azt arról ne is beszéljünk. Arról ne. Siri Pipiré, Norbi, én nem bízok benne, csak megsajnáltalak. Siri Pipi, ez kemény, őszinte, kemény. Én erre hajtok a sajnálatra egyébként, azzal életed során végig el lehet így vegetálni. Nagy igazság, nagy igazság. Mindenki McLarennel van, egy ilyen kép jó lenne a valóságban, ezt bírnám. Pankutya találkozó, ahol mindenki a McLaren Sennájával jön. Igen, de mondjuk színben lehetne különböző. Persze, persze. Sprint verseny, itt nem körök vannak, hanem látjátok ott a térképen, hogy elindulunk és a végén beérünk. Egy erdőben indulunk és egy tengerparti városkában lesz a pálya vége, hát kíváncsi leszek. Hát én is kíváncsi leszek, az biztos. Köszi szépen a Team Merkemótákat, Nettus, köszi, köszi, megpörgetjük. Hú, de ez a naplementés fény, ez elég menő. És már megint lemaradtam a rajtról, nem baj? Nem, beszok. Nem, szóval mindenki sokkal jobban rajtol, mint én, valamit nagyon rosszul csinálok. Elég kemény itt a kompetíció. Valakit kilöktek, elég vagányul szikrázott. Ajjajaj, én is neki mentem. Ott két ember elpusztult. Nyugodjanak békében. Mi megyünk tovább. Domit sikerült megelőzni. Most nincs Mad Max izéje, meg Levit is. És már csak Zoltán van előttem, uram isten, az epikus küzdelem ismét folytatódik. Nem tudom, mi történik, mert két embert leelőztem, de még mindig utolsó vagyok. Ez teljesen érthetetlen. A fizika törvényét meghazudtolja. Úristen, azt hiszem Einstein erről beszélt, a relativitás elmélete. Erről beszélt, hogy még nem tökéletes, az elméletes, ki is csúsztam. Az kemény. Az occok valódinak tűnnek egyelőre, de még hosszú a verseny. Ez gyakorlatilag olyan, mint a lottó. Nagyon kevés az esély, hogy bejön, de akkor nagyon nyeremény. Ez abszolút lottó. Ajjajaj, most meggyengültem, mindenki leelőzött. Mindenki? Nem mindenki, hál' Istennek. Csak egy e-sportolók közül mindenki. Jaj, aha. Itt van Domi, elkapom. Szélárnyékban kicsit altatom. És amikor nem számít rá, tudjátok mi lesz. Tolok egy first step-ent. Ajjajjaj! Ijjaj, ez nem vagy jó ötlet! Ajjaj! És bent is vagyok! Elképesztő! Mi az én autóm jobb, mint Norbi? Az hogy lehet, Tacibi? Szerintem egyikünk sem jut hozzá a másikhoz. Én nem tuningoltam semmit, ez biztos. Azt valószínűleg nem én voltam egy gyanús ilyen szempontból. Nem, az az érdekes, hogy valóban jobb az enyém. A tiéd az valami gyengített változat. Azért indít az ennyire rosszul. Megint ki kell szúrni. Mindenki úgy előzött le a rajtnál, mint ha ott se lettem volna. Mint ha én egy kisfiát tanultam. Na meg 934 pontos a McLaren, de mindenki másnak 996. 996, igen, az enyém 934, és még Zingy Spoon van, akkor ott 920-as. Érdekes. Érdekes. Gyerekecske, érjél, láttam már a Norbi garázsában ólálkodni. Igen, egy kicsit be volt... hogy hívják? Kicsit beragasztóztam a kerekeit. Kicsit meg cukrot szórt a benzinbe, meg ilyenek. Ilyenek, egy klasszikus trükk. Krumpli a kipufogóba.
Úgyhogy Team Mark, az a lényeg. Már most diszkonektált engem valamiért, azt most ki is írta egyébként legalább. Jó, de akkor Zoltán majd, Zoltán egyszer majd hívja minket, és akkor folytatjuk így a dolgot. És még egyszer köszönöm, hogy segítesz. Na, Team Markot közben megnyomom, és indul is az új fogadás. Ki fog előrébb végezni? A nagy kérdés. Tudom, hogy itt nagyon mások az odds-ok, de ez is érdekes, általában nagyon kiegyenlített szokott lenni. Itt meg a szerencsében kell bízni, úgyhogy csak annyit tegyetek fel, amennyit képesek lennétek elveszíteni. Igen, de nagyon szép. Bírom, ezt a vizes kamerán tükröződik a piros fény. Elég jól. Ezt tetszik. Domán szabad közben írja, sziasztok, most szabadultam az első napomról a diákmunkával, a buszon hazafelé pedig titeket nézlek, hajrá srácok, hashtag Team Mark. Yes. A mondat egyre rosszabbá vált, hogy a vége felé közeledtem, de örülök egyébként, hogy első nap a munkában, ez egy különleges dolog mindig. Nekem egyre jobban tetszett a mondat vége, úgyhogy nagyon szépen köszönöm én is, hogy minket nézel, és remélem, hogy jól telt az első nap. Igen. Bence írja, hogy Norbert ilyet 195-et, megy a Márki 340-et. Na igen, az enyém mérföldben van valamilyen furcsokból, de a lényeg, hogy akkor is a különbség nem lenne ekkora, azt hiszem. Bizony. Volt egy pillanat, amikor Norbi 3300-as odds volt. Zoltán azt írja, most azt írja, hogy senki nem vezető, ő se tudja elindítani. Igen, Zoltán, most átraktam neked, kicsit lehet, hogy bagos ismét a dolog, de Zoltán, most szerintem te leszel. És ha jól látom, akkor bizony-bizony, kék bálna emóták vannak a cseten, ez egy dolgot jelenthet. Akikó, igazából nem is kék bálna, csak 150 ezerrel felül bálna két. Itt van Akikó, Team Marknál, 15 ezerrel Márkó, Team Norbi. Bízik abban a 14-szeres odds-ban, hát mindjárt meglátjuk. 14-szeres csak? Igen, most valahogy, valahogy jobban bíznak. A konvojvezető, állítólag most te vagy. Igen, én Zoltánnak adtam elvileg a konvoj vezetését. Igen, elvesztette. Most úgy látom, hogy senki nem az. Nettusnak mennie kell, oké, Nettus, nézd meg a Budeni tavat. Aztán majd a többit meglátjuk. Ez elég menő hangzik. Köszönjük, hogy itt voltál, Nettus. Na meg... Aha. Jó, az elképesztő, ami történik. Léci Zoltán, te is akit tudsz, hív meg, és... Hát tényleg látom, hogy azt írja, hogy nem te vagy. Ez egy klasszik buggika? Állítólag egyben a játékban léteznek buggok. Buggok. Én is hallottam egy-két ilyen dolgot, addig driftelgetek, amíg nem derül ki, hogy mi a gond. Én is ezt csinálom. Nem, de azt hiszem, tudom mi a helyzet. Kezembe kell venni az irányítást, és kilépni ebből a konvojból, és csinálni egy jobbat. Jó, és aztán én meg közül átállítom kilométer per órára a adatokat, hogy ne lepődjetek meg, hogy én miért megyek fele annyival, mint a Márk. De csak hogy kell kilépni a konvojból, már csak azt a feladatot kéne valahogy megoldani. Te egyszer kiléptél, Norbi, nem? Igen, a konvojoknál aztán van. Jó, már megvan, jó. Jézusom, mik ezek, na jó, mindegy, hagyjuk. Jó, Sam, téged is meghívlak, természetes. Már egy kicsit. Barátnak hozzádnak. Na most csinálok egy konvojt, és utána pedig... Ja, aha, várjátok, csak barátok, legyen így. Azt kiadjam ezt a konvojt, majd már talán meghív. Addig meg a P1 McLaren Hondámmal egy kicsit csapatjuk. Mindenkit meghívtam, gyertek! Hát és utána Zoltán, átadom majd neked az irányítást, hogy egy jó kis játékot el tudj indítani. Fogad el, Normi, mert ömlenek itt az emberek, ez fullos lesz. Babszolót is hív meg, mondják. Tessék? Babszolót. Babszoló, mi a neved? Persze, hogy meg szeretném hívni Babszolót, de nem láttam, hogy mi a neve itt. Közben Domán Szabó kérdezi, valami fesztiválon kint leszünk-e? Igen, többen. Én most voltam egy napot, meg még többre is szeretnék menni. Colorado, Sziget, ilyesmi. Úgy rázza a kormány a kezem, amúgy én ezt imádom. Csak tudnék vezetni vele, azt is imádnám. Így még nem mentek McLaren P1 Sennával sehol, ahogy én megyek. Na közben Zoltának átadom a konvoj irányítást. Bizony, és most sikerült így, Zoltán, te vagy az, úgyhogy pörgethetjük a dolgot. Babszoló, még egyszer, hogyha itt vagy a cseten, akkor mondd, hogy mi a neved Game Pass-ban, vagy Xbox App-ban, vagy nem tudom pontosan ezt, hogy kell mondani, de akkor behívunk természetesen. Hopp, most kell Entert nyomni, országúti verseny lesz. Jó, megnyomtam, jó. Lali kérdezi, melyik nap? Utolsó nap voltam.
Közben Sam egyébként a... aki most kilépett a komolyból, ami meglep. Szemet vissza tudod hívni, Léci Zoltán? Mivel ő írta, hogy a stream elején elkezdte tölteni a Forzát, és most jött le, úgyhogy tudott csatlakozni, és az előbb itt is volt. Én meg most csak szabályosan közlekedek, mint egy rendes autóval. És a következő lehet a rally, igen, igen, Zoltán. És Babszolónak most nem működik az online része. Emiatt nem írta, hogy be tudjuk behívni. Babszoló majd, ha megjavul, akkor szólj. Tesó, ez én voltam. Láttam. You mad, bro? Jaj. Hát, inkább te vagy mad. Mocsárjáró. Milyen szöveg ez? Mocsárjáró? Ez valami vietnámi háborúból fennmaradsz? Így dumálunk a McLarenesek. A korvetteseket meg elég utáljuk. A mocsárjárónak hívja, nem hiszem el. Jó, most nem tudom egyébként, hogy hogy áll a játék. Ez kicsit... Káó. A következő lehet rally egyébként, Zoltán, ezt tudom, hogy az előbb már mondtam. De ez az országúti verseny is jól hangzott, ami most volt. Azt kell egyébként mondjam, hogy a játék fizikája egészen más itt a world map módban, mint a játék módban. Aha, most kell entert nyomni, csatlakozzatok. Most érdekes mondom, Osbi kilépett, vagy mint a Norbi kilépett a konvojból. Istenem. Még be tud hívni valaki a konvojba, mert kiléptem. Zoltán, kérlek. Úgy sajnálom. Hopp, és most elindult neked, nem? Nem. Jaj, de akkor... Valami meg tudod hívni, Zoltán, kérlek. Hopp, most kaptam a meghívót. Meghívott többször is. Zoltán próbálja menteni a mentetőt, de a bugok egy kicsit ellenünk vannak. De hát... Nincs ezzel semmi baj, hát lehet, tele van. Ja, várj, vissza kellene mennem free roam-ba. Igen, most egy enter. Na? Ez kemény. Most csak bízni lehet abban, hogy Normi mindjárt becsatlakozik ebbe a játékba. Ha nem, akkor pedig én is kilépek és újra kezdjük az egészet. Itt van Sky Galaxy is, aki angolul írja, hogy játszott-e. A game tagja Sky Galaxy. Nem. Most túl bonyolult lenne az helyzet, mert vagyunk most bőven itt magyarok is, hogy sorry Sky, you can't join now, sorry. Jó, most kell kilépni a versenyből. Hivatalosan ezt az infót adta Zoltán. Sorry. Babszoló kérdezi, hogy érzem a kormányt. Az már szerint a free roamingban baromira jól lehet érezni, és a játékban meg nem. Valószínűleg mások az ilyen segédbeállítások. Lehet, hogy azt is át kéne ugye néznem. A Norvég Goat. Ő jöhetne persze. Újra itt van a Norvég Goat. Most nincs. Bárcsak. A múltkor megsértődött Sáros, hogy róla beszéltünk. Tudom, soha nem felejtél, és nem bocsátja meg. Márk 340-nel tud ezzel menni? Én valószínűleg igen. 300-zal se. Hát az nagy különbség, tesó. És most neki mentem, hogy fának 250-nél. Jó, de most Zoltán, már akkor átadom Zoltán a dolgot. Látom már itt mi a helyzet. Jaj. De én most benne vagyok a konvojban? Most még nem. De Zoltán mindjárt meghív. Jasin is írt, hogy ő is csatlakozna. Mindjárt megoldjuk Jasin. Jó, ja, igen, már de szerintem hamarabb kellett volna. Na, most kaptam. Jasin, kérlek... Tudsz... Várjátok, Na, bent vagyok. Jasin, meg tudlak valahogy hívni? Az a baj, lehet, a túl későn... Nem, diszkonnekteltem. Jaj, ne. De most itt vagy bent a konvojban, de én azt látom. Először bent voltam, és aztán most kiírta, hogy diszkonnektálok. Jasin, a Twitch-etre tudsz írni, mert most rosszul érzem magamat, hogy azt mondtam, hogy behívlak, és aztán azonnal átadtam a komoly vezetőt, és nem tudlak behívni. Hogyha a Twitch-re leírod a nevedet, akkor Zoltán behív. Tessék, ben vagyok. Király. Zoltán nagyon gyorsan hív újra, úgyhogy nagyon profi, csak
Szerintem ennek a online része problémás ennek a játéknek, a chat alapján ezt szűrtem le. Én is. Láttam egy-két erre utaló üzenetet. És valamennyire még tapasztaljuk is, azt hiszem, ezt kimondhatom. Talán tapasztaljuk is. Yashin Hun a neve. Zoltán, bocs, hogy ennyi dolgot kérek tőled, de még Yashin Hunt be tudod hívni? Hopp, itt van egy szakadék. Hopp, háttal leesünk. Igen, ez így van, egyébként emlékszem, amikor a World of Warships-eztünk, akkor is mindig jött egy veterán, aki így segített nekünk, és egyből rengeteg feladatot adtunk neki, és emiatt valószínűleg nem is tudta élvezni a játékot, mert megállás nélkül adminisztrálnia kellett, és Zoltán most ezt átérzi, és még egyszer bocsi, és nagyon kösz. Na, kicsit elakadtam. Köszönöm, itt van Zoltán, legenda. Ez ilyen lobby szimulátor. Ugye a lobby az nagyon jól működik, ezt hozzá kell tenni. A lobby állat. Itt van Zoltán, nézzétek a legendát. Épp a menüben van, erre utaltam, hogy most épp adminisztrálom mindent rakosgat. Igen, 4 Excel táblázat kell meg ilyenek, hogy... De nagyon hálásak vagyunk tényleg. Jó, nem, vissza kell csinálnom az időt. De annyira sokat, hogy fél óra ugye itt küzdök. Simész vissza az időbe? Uh-huh. Benne. De egy napot is visszamehetek, akkor is itt vagyok. Igen, látszik, hogy itt megy le a nap. A Warship-es srác kapott VIP-et Zoltánnak, nem járna? Nagyon jogos, és azt hiszem még tudunk VIP-et adni, ugye? Még tudom. Zoltán, az a legkevesebb, amit tudunk adni, majd kérlek szépen írd be még egyszer a chatre, és akkor valahogy dobok egy VIP-et. És a legtöbb is. És a legtöbb is, igen. És Yashin bent van a konvojban! Zoltán elintézte, köszi! És akkor indulhat is a játék, hogyha... Jó lenne, mert nagyon beragadtam. Amikor ennyire beragadt, hogy menthetetlen, azt hiszem. Jó, és egyébként ott van Zoltánnak ugyanaz a neve, mint a játékban. Leesni se tudok. Már próbáltam, hogy jó lett volna nekem. Most majdnem blokkoltam Zoltánt, az lett volna a legnagyobb hibám. Jézusom, milyen sértő. Addig én itt összerakom, hogy VIP-et adjunk most azonnal Zoltánnak, hogy még itt a chat-en megjelenjen mellette. A Twitch-en nem annyira egyszerű ez. A 4-kerekes kocsi lenne, már valahogy lejutottam volna. Vár csak kocsit, akkor megoldódik. Na, nézzük a kocsit. Köszönöm, itt dudálnak ilyen zenéket az emberek, nem is értem, mi történik. Na, a kis Merci ízével megnézzük. Jó lenne a deliverálni. Risk card position is van akkor ezek szerint. Jó. Jó, igen. Na, meg is van. Mi történik itt? Ilyen közben itt engem lögdösnek. Meg tudod nomini a nézi cseten Jánosnak a pontos nevét? Milyen Uram, János? János, bocsánat, Zoltán. Ja. De csak Yashinnek a neve keveredett a fejemben. Merje. Nem olyan nagyon régi. Na, mondom. Z90. Igen. LTON. És alsó vonásból 2 darab, ha jól lehet. Jó, azt hiszem ő lesz az, és egy VIP-t természetesen... Most már van ilyen alkotó is, van egy új cucc. Hát már volt rég is. Volt? Nem annyira rég, de hogy a múltkor már volt. Az kemény. Zoltán, most már elvileg VIP vagy, és még egyszer nagyon szépen köszi. Mehet a verseny, bizony Zoltán, pörgethetjük. Pörgessük meg. És ott van a VIP Zoltán neve mellett. Gyönyörű. Gyönyörűen működik a Twitch rendszere. Zoltán pedig megmentette ezt a streamet, ugyanis hát nem tudom, hogyha ő nem lenne itt, akkor mi történne.
ugyanis én 30 percig nem tudtam egy darab játékot elindítani. Ezzel hangosan felvettem, hogy János. Igen, az bocsáss meg Zoltán, az lehet, hogy sértő volt. De csak Yashin neve, na mindegy, többfelé figyeltem, egy kicsit eluralkodott rajtam a káosz. Na most kell enterezni, egy földutas verseny lesz. Jó, azt hiszem sikerült, benn vagyok. Valami izgi verseny legyen, ne esedj, hanem A, B vagy C is jó online. Nem váltatjuk fel, hanem bármi mehet. Bízunk Zoltánban, most valamit megvarját, mert ő kérdezte, hogy lehet-e rally a következő. Na, legyen akkor az. És szerintem tudja, mi lesz. Nagyon sok futam a mai streamben. 2-3 lesz még. Pontosan, pontosan. Márko azt mondja, Norbi, te igazi rally versenyző vagy, hidd el. Köszönöm, ennyire még senki nem bízott bennem. A legnagyobb öröm. Na és közben... Hopp, valami történt. Pontosan, csak most lett. A leader card tudom borrowolni, jó lesz az. Igen, aha. A fogadás azért már megtörtént. Egy extra Ford rally autó, olyan színes festése, hogy valami hihetetlen. Elég, ez menő, ez jó. Sidipipi azt mondja, nagyon hiányoztak a streamek, mindig végig röhögöm, imádom. Na, hát tök jó. Köszi Pipi! Szereti a Pipi, a szenvedünk szerintem így a cuccokkal. Akkor ezért szereti általában a Pamkutya streameket, mert hát van bőven. Ez van. Technikai szenvedésből van. Na most egyelőek a kocsik, igen, akkor mindenki ezzel a kocsival lesz. Igen, és a következő kisebb kategória lesz, a Zoltán írta, azt nem tudom, láttad-e? Oké. Na. Megküldjük. Most Anai esett ki valamiért. A következőben tud csatlakozni, Anai. Mindenkit meghívunk majd mindig. Van egy-két ember, akinek más az autója, de mindegy, nem is ez a lényeg. A fogadás szempontjából Norbinak és nekem kell azonosnak lennie, és az az. Így van, fél homály, gyönyörű naplemente idő. A rajtra annyira kevés időt adj. Igen, nem tudom, én nem számol vissza, mint a világ összes játéka, de nem baj, Zoltán csapatja irtózatosan. Valaki olyan szinten szállt bele a falba, és lehet, hogy jól tette, nem tudom. De ott szerintem akkor... az út. Vizes, saras, ez kemény lesz. És miatt alig látom magamat. Baj van! Baj. Jó, Norbi, sikerült leelőznöm, minden oké. Okay. Óriási baj, olyan utolsó vagyok, visszamentem a legelső helyre, a legutolsó helyre. Ez kemény. Lehet, hogy a Norbi Lotto most sem lesz nyereséges, ha meglátjuk. Közben nagyon én... csúszik, még kevésbé érzem. Yashi Hun itt van mellettem, előttem Zoltán és Domi legendákkal vagy a körülvéve. Mint a Hall of Fame-ben lennék, úgy érzem magam. Most Yashi, énkor ki kéne löknem? Vagy ez tiszteletlen? Ő is nekem jött. Ez a négykerekesen máshogy csúszik, ájj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 j
De csúszik? Jó, hát ez pokol. Ez pokol, srácok. Nem tudom, ki fogadott rám. Nagyon rosszul tette, de a kockázatvállalást azt viszont nagyon értékelem. Még nincs vége a versenynek, és senki ne feledj el. Norbi szavai azt mutatják, hogy igen. És lehetséges, hogy statisztikailag már vége van. Jaj. Baj van. Igen, de Krisztián is szenved, azt látom. Vagy csak poénkodik. Dudál, azt hallom. Ilyen vicces dudálást, ilyen zenét? Mert valaki tudott ilyen... Ez egy sima dudálás volt, de így is vicces volt. Értem. Annyira csúszik a kocsi. Isten, Levi közben nekem jött. Azt hitte, hogy nem fogom felvenni vele a versenyt, de hát sajnos itt tévedett. Krisztián most nekem jött és dudál. Azt hiszem téged szétrektelek, tesó. Nem, és ő tol be a checkpointba. Jaj, ne! Ezt nem hiszem el. Vissza kellett pörgetnem nagyon sokat. Jaj, de jó. Kihagytam egy cuccot. Norbi mögöttem van közvetlen. Eljött az én időm.
5000-szeres odds. 5000-szeres odds van, úgyhogy nem engedhetem. Tökéletes drift. Látom még, hogy azért kicsit le van maradva, de nem annyival, mint szeretném, úgyhogy ezt most megküldöm. Hát rohadt sokkal vagyok lemaradva, négy kanyarral előttem van. Miért? Egy kanyart láttam. Ja, akkor várjunk csak. Jaj, ne, de miért csúszik ilyen, mintha jégen mennék? Ez mi? Egy autó nem így működik. Lehet, hogy olyanok csinálták ezt a játékot, akik nem vezettek még. Úgy megyek az ideális íven, mint ha allergiás lennék az összes többi útszakaszra. Sosem megyek az ideális íven. Uramisten. Uramisten, ötös szintű lettem, itt alul azt írja. Krisztián még, de most legalább nem dudál. Asztalomat is lerántom, annyira tekerem. 27 másodpercen belül vége van a futamnak, és még sehol nem vagyunk. Egyszer legalább beérni jó lenne. Yes, sikerült beérni. Megijedtem, hogy az utolsó kaput is majdnem kihagytam. Akkor lehet, hogy legyőzött volna Norbi, és akkor elsírom magam. 10 másodperc. Csúszik, megint elszartuk. Én. Ez kemény, amit ott másodperc. Látok. Ez nagyon kemény. Nem sikerült most sem. Norbi, nem jó az a kormány, Norbi, könnyűleg mondom, egyenesen haladjon lőni, hasonló próbálkozz, pont nem érdekel, csak érj be. Hát könnyű ezt mondani. Uram, és ez szétrektelik Norbit már lassan, én sajnálom. Norbi, a földrengés van? Zoltán kérdezi, milyen verseny legyen? Na, várjatok. Ez kézivátóval borzalmas volt, ezt elhiszem. Közben Team Markot természetesen megadtam. Ja, hagyjuk ki a politikát, VM-nél. Ja, jó, igen. Ja. Milyen verseny legyen? Zoltán, ezt rád bízzuk szerintem. Akkor legyen olyan, amiben egyszerűbb autók is lehetnek, szóval nem csak ilyen fullosak. Sőt, legyenek kifejezetten lassú autók. Igen, és engem most kidobott a konvoj. Igen, és azon belül egyébként legyen valami, hát minden izgalmasabb, ezt tényleg jobban tudod szerintem, mint... Vajon, lehet, hogy van ilyen retry dolog. Igen, és akkor még hány kör férjen bele, Normi? Mert azt dumáljuk akkor meg, hogy... Hát még egy. Még egy? Jó, akkor ez lesz az utolsó? Hát szerintem igen. Ja. Jó, utolsó kör, akkor most lehet bármilyen baromság is lehet. Pontosan, de fogadást azt megpörgetjük. Csak a retry-t spammeljem, azt mondja. Sőt, lehet, hogy most visszakerültem, úgy látom. Talán igen. A fogadás elindult, ne felejtjétek a múltat, hogy Norbinak egyelőre nem a kormány az nehezebb, úgy tűnik ebben a játékban. De mehetnek. A mai utolsó fogadás. Utolsó fogadás, utolsó játék. Igen, legyen aszfalt akkor, Zoltán, amit kérdezel, az előbb föld volt, most aszfalt. Aszfalt. Így van. És még egyszer egyébként PC és Game Pass-en játszunk. Sok játék van benne, de mi forzázunk, mint egy őrült. Pontosan. Pontosan, és itt a chaten spammeli néha a linket, vagy a konzol világban is meg tudjátok venni, úgyhogy ha tetszett, akkor fizessetek elő. Ennyit szeretem volna mondani. Egyébként azt hozzátenni, hogy szponzorált ez a stream, de összességében Game Passünk amúgy is van. Igen, igen, igen. Mióta streamelünk biztos. Én ugye az volt a tervünk egyébként, amikor a stream karrierünk elkezdődött, hogy majd a Game Pass összes játékán végig megyünk, csak aztán az Age of Empires és a Worms egy kicsit berántott minket. De jó is volt. Jó volt. És lesz még Worms, aggódjatok. Oj, valaki nekem akart jönni, hát ez nem jött be. De 250 elment mellettem. Most kell leenterezni. Közben azt kérdezi, és lehet, hogy jogos, szuperál, hogy Norbi a beállításaidban a menet stabilizálásban van nyomva? Nem tudom, meg most már nem tudok kilépni, ugye? Úgyhogy ennyi. Hopp, micsoda drift, bejönnek itt emberek, jól csinálják. Itt olyan menőségek vannak. De nem tudom megnézni, hogy be van-e kapcsolva a menet stabilitás, mert ilyenkor már nem tudok kilépni. Hopp, és indul! Na, és milyen? Most terepjáró legyen, vagy mi? Mik vannak itt? Terepjárók vannak bizony. Én ezt a Bronco Ford-dal leszek, vagy Ford Bronco. Ami van egy szint, szívesen választottam volna, nem baj. Kinek kell jelezni, hogy felkerülhessek a listára? Csatornapontvadász kérdezi. Na, már nézem is a helyzetet. Ugye Skull szokta általában írni, aki most pont nincs itt, de Marco... Ja, igen. Marco is fel fog kerülni. Csatornapontvadász, te most 250-nel fogadtál? Köszi, Brigi!
dzsungel ereszkedés, ez egy éjszakai pálya, brutális terepviszonyok. Igen, aszfaltos. De a csatornapantadász, akkor te is fel fogsz kerülni, majd a stream után megnézem, hogy mennyivel fogadtál, és ha megvan a 250, akkor ott leszel a kékbánalistán te is, és gratulálok. Atlas Prince. Már milyen játékok van a Game Pass-ban? Hát bőlem, már ez menni kell közbe. Igen, ez egy aszfaltos pálya, véletlen én is nem gondoltam át, hogy nem egy Ford Bronco-val kellett volna jönni, de mindegy. Találkozunk a finishben, Yashin ezt írta. Ezt menet közben begépelte még? Na, hát ez meglepő, de azt hiszem igen. Ja, hogy itt vannak más autók is. Aha, ja, igen, aha. És nem látszik belőlük semmi, és néha gosztolnak. Igen, nekem nem gosztoltak, hanem konkrétan neki mentem. Merre kell menni? Ez elég... Ez tetszik ez a pálya egyébként. Dorn, mit csinál itt? Jézus várja! Én csinálom a dolgokat, de van is baj belőle. Valami, én azt láttam, hogy oldalra egyik az a nekem ment, és utána meg kiszágoldott jobbra. Ezt sem is jól láttad, az én voltam. Mhm, értem. Mostantól nem fogom látni senki mást pályán. Így mentem valakinek. Igen, meglepő ez a kék órás pálya. Mert naplemente után. Még talán túl is. Igen, alig látok valamit. Itt van Levi meg Domi közben, őket kicsit megküldöm. Bocsi Levi. Most épp utolsó helyen vagyok. Bocsi Domi, neked is. Már nem értem hozzá Domihoz, nem tudom, miért kértem bocsánatot. Igen, én most felkúsztam a harmadik helyre. Na most Levi pont meg... elkapott. Egy gyors tüsszentés, menjünk vissza. Én a Marknak legalább ilyen nehezítése van. Van, van. És azt mondom, nem kapok az óromon keresztül levegőt sem, most már órák óta, de hát ez ilyen. Lehet, hogy ez jót tesz. Lehet, jobban koncentrálok. Itt milyen azt a minden itt. De rosszul vettem be ezt a kanyart. Úgy küzdök. De minek? Nincs annyira lemaradva Norbi egyébként, most azt látom. Bár ezt a kanyart elrontottam én is, és Krisztián is. Önnek örülök, ezt amúgy mindenki elrontotta. Úgyhogy kicsit talán túlságosan keményre vette ezt a Forza. Jó, nem merem már visszatekerni, mert abból van a baj. Ez lett van az egyetlen esélyem, hogy beveszem normálisan, talán Krisztiánt leelőzem. Krisztián. Itt a bogár, szegény bogárnak úgy neki mentem. És itt nem egy rovarra gondolok. Bogárakat is? Nem, nem, én egy Volkswagen bogár volt. Krisztián bevárt engem, dudál ezerrel. Uramisten, szétrektel? Nem, mert most annyira... Ne, leestem! Leestem egy hídron! Jaj, de jó! Mi ez? Nem tudom, nem tudok visszatekerni. Itt az egyetlen esélyünk, srácok. Hát, ha nem tud visszatekerni, de 3 másodpercet... És sikerült, megoldalom. Szó szerint kijöttem a folyóból. De ugye mindegy, mert nem volt időm, és lehet, hogy behoztalak volna. Azt a mindenit. De én beértem. Ja, beértem. Hát beértem. Akkor mindegy. Pont sikerült beérnem az utolsó pillanatban. Team Mark. Ismét egy Team Mark. Ma abszolút, Márkóban megállt az ütő, igen gondolom 250 ezer pontok, az emberek egy kicsit leizzadtak. Hát van ez így, van ez így. Sokan megijedtek, sokan megijedtek. Bevallom én is. A bronkó srácnak szurkolt, a sárgának, na igen, megint kidobott a izét. Na, ez volt az utolsó verseny, de akik most együtt játszottak, meg minden, azok jelöljétek be egymást is, vagy nem tudom, ilyenkor be van, mindenki jelölve a barátnak, tudtak egymással is játszani. Akkor is, ha mi nem vagyunk itt. Pontosan, pontosan. Jó, és akkor mehetünk is ki szerinted a játékból? Igen, még kicsit megpörgetem, mert ezt valamilyen nagyon élvezem. Már ha kinyitom, akkor maximális full screenbe. Igen, akinek epilepsziás roham veszélyben van, az most hagyja. Főleg, hogy most így elrontottam. Japanese egész végig azt hitte, hogy Norbi vezet. Igen, akkor ez egy óriás félreértés volt. Sikerült behúzni. Ja, akkor biztos izzadtatok. Az kemény, kemény lehetett. Na de mindegy, vissza is jöttem. Kis. Ja, nem teljesen nem lépek ki, hogy visszamentél csetre? Igen, vissza. Jó, akkor kilépek teljesen. A Forzának a netes részeivel voltak gondok, pedig amúgy a játék az gyönyörű szép. Tehát, hogy lenyűgöző. Tényleg lehet, hogy csak így mászkálni benne is jó egyébként. Bizony.
Tényleg gyönyörű. És ugye mondtuk a stream elején is meg közel párszor, hogy a PC Game Pass támogatta most ezt a streamet, úgyhogy pont most ebben a pillanatban a chaten ott van a link, hogyha megtetszett, meg szeretnétek kipróbálni a Game Pass játékait, most már PC-n is, akkor elő tudtok fizetni a konzolvilágban is, vagy ezen a linken. És nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki így dönt. Így van. Például a Worms is lehet, hogy még szóba kerül ezzel kapcsolatban. Worms-öcske, Age of Empires-öcske, meg tudjátok nézni teljesen ingyen, hogy milyen játékok vannak benne, úgyhogy pörgessétek rá. Van. Vannak jók tényleg. Hogy a héten még várható a stream, és nagyon jogos a kérdés, nem biztos. És ahogy mondtuk, most nyáron kevesebb stream lesz, igyekszünk minél többet lazítani, meg pihenni. Lesznek, lesz Worms is, lesz Blender is, a Mark festeni is fog, ilyen tervek vannak, de kevesebb, mint eddig. Pontosan, most elég, szóval menetrend az nem lesz, az teljesen szét fog borulni, úgyhogy aztán mindenhonnan átírjuk, nem lesz menetrend, de nyomjátok be a csengőt, és akkor látni fogjátok, hogyha elindítunk egy streamet, és akkor látjátok majd a címből, hogy mi lesz szép a téma. Így van. Bömszámból az valószínűleg nincsen benne, és nagyon helyesen nincsen benne. Akikor kérdez, hogy eddig volt menetrend? Hú, akikó, kemény igazságos. Pontosan ezt akartam mondani. Na úgyhogy köszi, hogy itt voltatok, és ki is lazítsatok mindenfelé. Hát olyan idő van, hogy most már mindent lehet csinálni, amit nyáron lehet. Talán túl jó idő is van. Kicsit talán túl jó idő, 40 fok. Láttam egy ilyen időjárás jelentő képet az országról, és ilyen vörös volt az egész. Na már gyorsan megnézzük, hogy ezt még ezt megszoktuk. Hoppá, jó. Addig pedig én egy réciapontot is már keresek. Itt profizósan. Oké, hát. Norbi, végső időjárás jelentése. Minden 30 fok felett van. Talán a legmelegebbet most próbálom. Jó, van itt 36 fokos hely, Jász Kísér, Jász Berény, ott nagyon meleg van. Mindenhol meleg van. Igazából nincs is akkora óriási különbség. A hegyekben van 25 fok. Ennyi. Kemény. Balatonban nincs 30 fok felett. Hát a Balaton környékén az van, de akkor nézzünk egy víztérképet is. Vagy miért? Balaton térkép? Nem? Hogy kell ezt nézni? Vízhőmérséklet. A Balaton 25 fokos, néhol 27, a Duna 25, a Tisza 26, Fertőtő 26. Úgyhogy lehet menni, azt már ki lehet bírni. Ez egy jó időállás jelentés, ahol még a vízhőmérsékletet is elmondják. Én, profi. Igyekszem, tényleg. Nagyon, nagyon szép. Aha. Ja, és közben Tomasz itt írja, hogy múlt hét után minden platformon van már Fall Guys. Ja, és erre születtél a Fall Guys-ra? Na, gratulálok Tomasz Cito. És közben találtam én egy récélpontot egyébként, mert nem tudom, vége van az időjárás jelentés. Vége van, annyi még hőriadó van, ugye tudjátok, ma is, holnap is, mindenki keveset legyen napon. Ennyi. Igyatok sokat, ez is nagyon fontos. Igyatok sokat vizet. Pontosan. Egy edzős streamet találtam, nem is akárkitől, ami nem tudom, hogy tetszik-e, bár biztos, hogy benne, hogy tetszeni fog. Látom. Ja, jó. És hallottam, hogy mostanában edzős streameket csinál, nagyon jó ötlet. Pontosan. A testmozgás nagyon fontos, és én is szeretném ismét komolyabban menni, úgyhogy ez most egy jó motiváció lesz. Blyhoz fogunk menni. És ha van kedvetek épp most edzeni, akkor csináljátok velem. Úgy látom, hogy elég komoly mi az edzésterv van itt, úgyhogy átmegyünk Blyhoz. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor legközelebb találkozunk, ami nem tudom mikor lesz, de nyomjátok be a csengőt, és akkor látni fogjátok. A csengő. Bizony. Sziasztok. Hello, sziasztok. Hello.